Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad, valami felrász, magához húz, lehetsz már korelőbb vagy egy hiány húz, tudod hol a helyek, ha robban két szó. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Jánival. A Class FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jan, jó reggelt. Hello Bello. Hello Bello. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Hát milyen vendégműsorvezetők vannak ott a kereskedelmi csatornán, mit láttok? Ja nem, az 9-20-tól a másikon. Aha, nem a főcsatornán, azt nézem. Aha, a mellékcsatornán. A mellékcsatornán lehet? A melléktápcsatorn. Mit akarok mondani, hogy ez az, ahol a Tibi is vendégszerepelt. Reggelenként. Igen. Jaj, egy hetet ő is így megcsinált, van. Így van. Van a csinos meg a vicces, ez a felosztás. Gondolom ezt valaki kiadt egy ukázba, és akkor legyen így. És ki volt? Ez az, nekem nagyon tetszik egyébként a Győző. Na, hát drága hallgatók, itt vagyunk, kezdjük a szerda reggelt. Itt van. Mindenki kicsit mindent rendezget, meg állítgat saját magának. Csúszik az út. Igazából nem tudom megmondani, hogy milyen eredetű dolog van az úton, de ilyen olyan, mint a dér lenne. Ez aha. Most nem ónos eső. Viszont nem álltál meg, és húztad végig rajta az ujjadat. Nyaltad meg. Mert szokásabb a szívem, megint késéssel indultam. Ja, tehát igen, nem volt időm ilyen. Az a rohadt szundi üzem volt. De a rohadt szundi egyébként tényleg. Letöltötted a pénzszundit? Pénzfizetős szundit? Nem, még nem töltöttem le. Illetve pontosabban letöröltem, mert már kezdem elég hely lenni a telefonomon, és a gyengébb applikációkat kezdem. Hogy lehet, hogy a te telefonodon nincsen hely? Hát valami 4000 fotó van rajta. X megabájtba, tudod, a 64 mega is azért gyorsan betelik, hogy hány gigás, ez 64 gigás, de azért az hamar betelik. Meg rengeteg applikáció van, rengeteg program, rengeteg fotó, videó. Letöltésről hallottál már? Lemented a képeket valahova? Lehet ilyet? Kutyafáját. Hát miért nem mondták ezt nekem? Hát milyen világ ez? Ilyet tudsz? Így átlapozod a 4000 fotót sűrűn? Mert nem, akkor hagyd rajta. Nem, általában az van ugye, hogy fölmentem iCloud-ra, és akkor viszont új telefon, akkor viszont lementem vissza a telefonra, akkor nem menti föl újra, tehát hogy megy a szakkör, mindegy, nem tudom. Nem merem letölteni laptopra, félek a laptop eltűnik, akkor ott van minden. Mert az iPhone-om az ilyen új lenyomatvédős, ez talán ér valamit, hogyha valaki elviszi, akkor inkább letörlik az egészet, és úgy próbálják kikódolni. Viszont ha egyszer egy laptop eltűnik, ott van könnyebben, igen, azt én inkább a telefonomon tárolom. De ezért is pont a fotók miatt újítottam be még így az ünnepek előtt egy külső Winchester-t. Az is, hogy külső. Arra áthúzom. Annál is inkább, mert a régi gépet megkapta a gyerek karácsonyra. A padlószőnyeg mellé, tudjátok. És, hát igazi úr vagy. És gondoltam, hogy leszedem már róla a fotókat, mielőtt ő persze, a nem, hát neki, azért van egy csomó fontos dolog, amit ő is időnként így leszed az internetről, mindenféle ilyen rajzfilmősök, meg ilyenek, és akiknek azért nagy mennyiségben kell a hely a számítógép, és gondoltam, hogy akkor majd biztos majd letakarítja a számítógépről azokat a fotókat, amik mi vagyunk rajta, például ő, meg a nejem, édesanyja, meg én, és közös fotók, és stb. Nekem sokat jelentenek, neki kevesebbet még ebben az életkorban. Tudod, nem értékeli. Úgy gondoltam, hogy lementem ezeket majd egy külső Winchesterre, hogy azért megmaradjanak már. Az jó egyébként, a külső tényleg jó. Tehát az ember lementi, aztán azt jól eldugja valami páncélszekrénybe, széfbe berakod, banki széf, mit tudom én. Akkor nem viszik. Na jó, most a terelésből elég, töltsd vissza azt a rohadék fizetős alvó programot, és akkor szépen ide fogsz érni időben. Beérek, egyébként nincs baj, gyerekek, hosszú... Meg kell ez a kis reggeli adrenalin. Hosszú, igen, hónapok óta nem késtem el, sőt, tulajdonképpen szerintem lassan fél éve nem késtem el. Szerintem egy éve. Egy éve lassan. A tavalyi évet azt megúsztuk. Mert mindig berakunk egy számot, és akkor... Igen, egyszerűen mindig van. Ha kettő van, abból lehet érezni, hogy Bali megcsúszott. A két zene reggel az már picit gyanús. De nem, tényleg volt egy késős időszak, amikor tényleg rendszeresen már... De már nem vagy bohém. Nem mondtátok, de láttam rajtatok, hogy azért már eléggé ki vagytok, de most valahogy így egy éve nem. Egy éve nem. Nem. Tényleg egy kicsit így megcsontosodtál te is, így a szokásaid rabjával vált. Igen, rájöttem, hogy idősödöm, nem szeretek késni. Így, érted, egy hogy ilyenkor egy felelősségteljes életet élő családapának nem is lehet, érted? Két gyereke, ne bóckodjál már. A felelősségteljes az egyelőre, ez még csak alvásmentességben van, gyerekek, nem tudom, összeszedett valamit a kicsi. Bocsánat, csak csomagolom a kamilatámat. Nagyon száraz a bőrük. Kamilatával turbosítok. Hogy szóval nem tudom, valamit, nyilván a nagy hazahozott, milyen furú, már nagy meg kicsi. Hú, de durva. Hogy másfél óra alvás? Valahogy így állok most jelen pillanatban. Miki nulla, én másfél. Nem, ezt most még valahogy így jól bírom, nem tudom. Ha minél kevesebbet alszom, annál frissebb vagyok egy ideig, és aztán egyszer csak bezuhanok. És akkor vége van. Másfél órát aludtam. Nem, sajnos az Ovi az egy ilyen gyűjtő, egy epicentruma ilyenkor a... Na, még nem jár Oviba, még egy hónapos, még azért nem visszük. Csak az a bölcsibe. Hogy a bölcsibe visszük, Oviba még nem. Tehát a bátya. Na, de nem beteg, a Benny se igazából. Hát az előbb mondtad, hogy onnan hozta haza. Nem, hát hozhatja onnan, de nem beteg. Tehát lehet, nem, én nem figyelek arra, amit mondasz. Nem ő beteg, csak hordozó a Benny. Nem, csak hordozó, lehet, hogy odabújik a tesójához, tudod? Ezt mondom, hogy hozott haza valamit az óvodából, értitek? Nem jár Oviba, még egy hónapos csak. Még egy kör. Igen, jó. És azt hittem már nincs benne több kör. De mi, egy hónapos, és mit csinálsz egy hónapos gyerekkel? Nem semmit. Homeopátia. Ilyenkor jön. Ja, hát az egyébként úgy alapból igen. És ilyenkor jön, hogy de meg kell erősödjön a kicsi szervezetet. Hát egyébként szerintem igen. Hát, de van valami. Igen, hogy... csak te meg nem aludtál. Tehát, hogy... Igen. Viszont mire bölcs is lesz, addigra másokkal jobb lesz, ha van egy idősebb tesó, aki hordja haza a cuccot. Azt mondják, hogy azok edzettebbek kicsit. Addigra már gyerek mindennel találkozik. Igen, ha frissen adott be, először. Akkor ott azért még 2 nap bölcsi, 8 nap otthon. Úgyhogy... Hát igen, itt lesz 10 nap bölcsi, fél nap otthon. Maradjon otthon a nagyobbik, azért, hogy ne hozzon haza semmit, és de, akkor nyilván a dupla nem. Érted? Az esélytelen. Vagy menjen az óvodába, és akkor benne van a pakliban, hogy hazahoz valamit. Hát de egyébként nem is biztos, hogy ő, mert tudod, én is tüsszögök kicsit, Viki, tehát hogy bárki. Én is járok óvodába ráadásul, tényleg egyébként elég sokat vagyok bent az óvodában, és megyek, általában van a Benniér, igen, és küzdök mindenféle SMK szülőkkel, akik se a humort nem értik, se köszönni nem tudnak. Úgyhogy vannak ilyen óvodabeli problémák. Tessék? Ilyen lesz, és egyre csúnyább lesz a dolog. Igen. Ezek a találkozások, ezek a küzdelmek. Az iskolától már jövőre előre tartok, hogy ott ezeket újra le kell majd játszani. Csak az SMK-soktól mentsen meg az Úristen téged, ahogy engem is. Nem, az SMK-soktól. A rácétézett levelektől, és az óvodás módon az egész óvodát ráteszem egy levére, ha mert bajom van egy megszólással a rádióba, és ezért 600 szülőnek írok levelet, tehát dedó 2 gyerekek, ezért mondom, hogy az SMK-soktól tisztelet a kivételnek, mentsen meg minket az Úristen, de hallok valamit a rádióba, és ráteszem a komplett szülői munkaközösséget 4000 címmel, és utána 5 éves infantilis módon így állok bosszú, gyerekek, ettől mentse meg minket a jó élet, úgyhogy... Jó reggelt kívánok! Üdvözöllek a klubban! Üdvözöllek, komolyan! No. Vannak normális SMK-sok, tisztelet a kivételnek, de a legtöbb az budjan, szóval, hogy komolyan mondom. Emlékszel az Ovi sztorimra? Emlékszem. De hát én most már iskolába jár a Karina, beszélhetünk róla a múlt, hát azért nekem ott kemény 1 éven volt ebből a megszólalásban, ami volt egy nagy semmi, amit mondtam, hát úgy meghurcoltak, mint a szél. Hát olyan sértődés volt, olyan ajtócsapkodás, te olyan komoly beszélgetés. Mit írtál? Vagy mit kaptál? Viki kezébe vette az ügyet, és válaszolt, de szóval, hogy nem, gyerekek, döbbenet tényleg. Humorérzéket, meg Kossuth Rádiót kell nekik hallgatni, Déli Kronikát, az való nekik. Hát meg a rossz indulat, mert azért az, hogy ki mit akar bizonyos dolgokba belehallani, azért az rossz indulat. Persze, hát, hogy én is ezt próbáltam magyarázni a bizonyítványom, mikor megmutattam pendrive-ra kijátszva hanganyagot, se hitték el. Manipulálta, de az a lényeg, hogy volt vélemény, mert 3 percet hallott belőle fogmosás közben. Aztán a megszállás 20 perc volt. Na, tudod, de intelligens emberek, ha valamit hall a rádióban, ön is elmondja. Tudod, van, de ez a 400 van. Embert ráteszek a grafomán körímélemre, mert annyi időm van egyébként, hogy ezzel mindenkit boldogát tudok tenni, és a többi szülő meg unatkozó olvas, hogy Jézus Isten, tényleg. Nagyon rettenetesen nyomorult, szóval, hogy gondolod, de ilyenekkel kell küzdeni. Hát ez rövid az élet. Ez ráér szerintem, nincs más így dolga, van. Az ő élete kicsit nyomorult lehet. Vagy ne szíts. Gyerekek, hát szól a szabadságon. Nincs más dolga, jól mondott Feri, mert ez a nem is akarok erről beszélni, igen. Nem, engedd el, tényleg. Mentsen szóval meg minket vagyunk. Az Úr az SMK-soktól, én mindig ezt mondom. Így van. Hát, megértelek. Tudod mit? Ellentámadásba kéne lendüljél. Legyünk GMK-sak. Nem, legyél SMK-s, és te csináld másképp. De hogy másképp? Hát, hogy nem tudom, nem írsz körímélt, senki nem tud semmiről, így ellazázni. Mindig utána szólnék, ha van valami rendezvény. Ó, srácok! Elmaradt a Vápsziház, mert nem szóltam. Hát, kutyafáját. Igen. De csak lazán a következőre majd írok, ha lesz. De majd a következőre kaptok levelet. Na mindegy, mi újság van? Csúszott az út, érezted? Te is autóba jöttél? Nem, semmi. Hideg volt, állítólag ilyen -2, ugye ahogy szoktam volt mondani, nálam nincs meteorológiai állomás, ez csak egy autó, és ilyen párás, vagy hogy hívják ezt a fehér izét? Rajta, köszönöm, ilyen deres az autó. Zúzmarás. De az úton nem, a városban nem volt semmi csúszás. Nem, nekünk is nagyon jó volt az úttartásunk. Az autóbuszon. Igen, a metron főleg. Metró tartotta? Ja, nagyon, nem csúszott. Kötött pályáról, nem tért le? Nem volt semmi. Akkor egészen jó. Viszont azt azért megmondom őszintén, hogy azonnali pénzbírsággal büntetnék néhány dolgot, köztük az egyik az a reggel közösségi térben pukizok. Tehát, hogy srácok, légy ne. Jó? Eresztétek ki a gőzt otthon. Ez valamelyik közlekedési eszközöd volt, vagy már itt? Hát igen, legnagyobb probléma ez akkor szokott lenni, amikor az ember ül az éjszakai járaton. És akkor tudod, így imádkozok, így reménykedek, jó, és akkor jó, megúsztuk, igen, még nem értünk oda végalmásra, és akkor valaki. Légy színe. Jó? Nagyon szépen kérlek benneteket. Mind a magam, mind embertársaim nevében, akik ennek reggel nem örülnek, ne tegyétek. Nem lehet, hogy csak egy sonkás zsemle esett le az ülés mellé, és azt a sonkát is kivenném már a pultból. Na jó, de hát ez régebben esett le, és most ért oda az illata. Na, jó van. Úgyhogy ez meg tudja keseríteni a reggeleket. De mivel csak ásított? Aha, akkor még nagyobb a baj. Akkor még nagyobb a baj. Honnan tudjuk? Akkor aludjon többet. Ásítozzon. Ki tudja, hogy ez alulról jött? Mi van, fölülről jött? Ez kemény. Hát. És ott ültél, mert mi történt? Akkor mondd el, hogy mi történt. Ott ültél mellette, tudtad, hogy ki ült? Nem tudok, meg nem is akarok róla. Hát egyszerűen csak ültem, és megcsapja az orromat. De tudtad, hogy ki volt? Valaki rémülten körbenézett, nyomoztál, megkérdezted. Nem szoktam. Aha, igen, feltettem a kezen, és megkérdeztem. Elnézést, nem akarok itt senkinek blerondítani a reggel. Bocsánat, jó napot, Vadon János. Azt szeretném kérdezni, ki pukizott. Tegye föl a kezét, vállalja a felelősséget, legyen szíves. Na mit tudom, ha ketten ülnek a buszon, hát akkor tudod, az a baj, hogy ez egy éjszakai járat, utolsó ráadásul, amiben valószínűleg rengetegen járnak, nem valószínűleg, hanem egészen biztos, hiszen látom, hogy ott vannak rajta az érvénytelen 50-en, elég nehéz lenyomozni. Kinek piros a tenyere? De elkezdesz körbenézni, ki az, aki sunyog, ki az, aki láthatóan lehal, nem semmi. Ilyenkor szerintem egyébként is mindenki sunyog, mert hogyha nem is ő volt az, akkor azt gondolja, hogy azért kezdek el nézelődni, mert biztos azt gondolják, hogy én voltam az. Vagy te gondolod azt, hogy ő volt az, aki szintén körbenéz. Egy miatt 49. Az igen, az ilyen. Én ezért mondok el minden reggel egy halkimát, mikor beülök a kocsimba, tényleg. Kicsit megsimogatod a kormány. Nagyon sok mindenért vagyok hálás. Nagyon sok, legalább egyrészt tudom, hogy ki volt, kettőt meg tudom rendszabályozni, hogy ne csináljon ilyen többet. Minden reggel beülök, és nagyon sok mindenért vagyok hálás, ez az egyik. Köszönöm, uram. Kicsit renyha a bélműköd, és lehúzod az ablakot, megoldottad a dolgot, de itt nincs ilyen. Itt nincs ilyen, igen. Ezért köszönöm, uram, hogy nem kell BKV-znom. Tehát ez... Az egyik, a hála meditációim egyik eleme az a BKV-tól való mentesség. Ez szörnyű. Szörnyű. Sajnos akut a probléma. Szörnyű, gyerekek. Azt kell mondjam, hogy akut a problémám nem telik el így hét ennek az élmény nélkül, tehát minimálisan egy ilyen 50 körül van évente. Mindjárt hétre egy. Hordasd be magad Mónikával. Gyerek még úgyis alszik, ötkor beültök, fél hatkor itt van, 6-ra visszaér, már viheti a virágot. Nem, ezt fel, a jobb, gondolja most otthon a igen, gondolom én. Puszillak innen is, kedves Mónika. Én ez volt az egyik ok, hogy megtanultam vezetni, gyerekek, hogy ezt ne kelljen. Szóval, hogy tényleg az, hogy egyszerűen önálló vagy, fölülsz, bebülsz, odamész, azt csinálsz, akkor mész. Ez olyan kiszolgáltatottság ez a BKV-zás, hogy ezt én nem vagyok hajlandó. Sok mindenről lemondok, én inkább nem eszem, de kocsim az lesz. Tehát, hogy bármennyi lesz a benya, mondjuk most pont jó irányba megyünk, de tényleg, akkor inkább valamivel kevesebb. Nem? Igen, nem nyaralok. Inkább nem fűtünk, én a kocsiból nem szállok ki. Az biztos. Tehetném, behoznám ide, hogy a budira kocsiba tudjak menni. Úgyhogy ide beállnék a stúdióval, és kimennék a budira, hogy oda is kocsival lehessen menni. Ez van. Tényleg csak ennyit kérek. Több toleranciát, vagy kevesebb hüvelyest. Valamivel fogjátok vissza. Új terveim vannak, gyerekek, 2015-re. Az idei évre. Én nem fogadtam meg semmit január 1-én, de arra gondoltam, hogy így már 40 felé, vagyis 40 mögé nézve, és ez most mindannyiunknak szól, hogy azt érzem, hogy vannak még olyan célok az életben, amit mi meg tudnánk csinálni, külön-külön is. De ezek már a mi céljaink, nem a tiéd. Engem ne keverje bele, tehát mondta egyes számban. Figyelj, akkor, tehát hogy arra gondoltam, hogy nyilván mi ugye sokat így olvasgatunk, nézzük a híreket, ti is, magadról beszélj, Feri, jó, mit akarsz? Vagy mivel akarsz minket belerágatni? De hogy egy kicsit még fejlődni, arra gondoltam, hogy másoddiplomás képzésre kéne menjünk, hogy menjünk tovább az úton, érted? Hogy még okosabbak legyünk. Talán van első neked felé? Igen, vagy mit már akarsz? Meg az elsőt, mert most ott van rá lehetőség, tudod, hogy ne legyen cikk. Nem lehet ott másodikra? Tehát, mert hogy menjünk, de hogy van első? Én azt hittem, hogy rögtön lehet menni. Csináld meg az elsőt, és akkor megvédjük a másodikat. Az állattenyésztő képzés, ez nem az. Ha kaptál diplomát, akkor meg vagyunk, nem tudom, mit van. Másoddiplomára. És találtam egy nagyon-nagyon jó szakot, mert ugye úgy kell választani már felnőtt korban a képzés, kérdésre, hogy érdekeljen. 18 évesen is érdemes így választani, de 18 évesen még nem biztos, hogy tudod, hogy mit akarsz. Egy csomó olyan ember van, aki elvégzett valamit, aztán egész más csinál az életében, de ilyenkor már rá lehet menni arra, hogy olyat vagy válasz. Beírta, pedig ott se volt. Vagy ott se volt, én is ismerek ilyet, és aki így szerezte az elsőt, és most egy gyönyörű szakkal találkoztam. Na, mivel találkoztál? Diplomás pálinka főzőmester. Ó, az nagyon jó. Képzeljétek el, van ilyen. Nézelődtem, hogy mégis mit lehetne, amivel az ember hát bejebb van, előrébb van, és az van, hogy egyetemi szinten oktatják a pálinka főzést. De most már azon pont szabályozzák ezt, és egyre kevesebbet lehet, ugye? Tehát itt most van valami kis... hogy fizetni kell majd jövedéki adót, hogyha te máshol főzesz, tehát vérfőzőben is, de otthon, az otthoni főzést azt meghagyják. Csak bizonyos mennyiségig. Hát az eddig is így volt, hogy 50 litert főzhetsz le. És ez ér valamit? Többet nem ér a közönségdíj? Hogy mondjuk 1000 aláírás, hogy... Na jó, na de az már eddig is megvolt, érted? Csak hogy állítsd mögé a papírt is, hogy valaki megkérdezi, te hogy főzöl. Hát legyen köztük egy docens. Igen, akkor mondd el, hogy te doktor vagy. Alégyom. Érezdem akár ilyen pálinka, diplomás pálinka. Na? Nagyon jól hangzik. De. Én nem tartok veled, de nagyon támogatom, hogy szerezd meg a másoddiplomát. Neked lenne valami, amit most még így azt mondod, hogy szívesen tanulnám, hogy érdekel, de mondjuk ilyen egyetemi főiskolai képzés, mert most a teniszbe bele vagy bolondulva, állandóan edzőcsere van, már mindenkit kiborítottál, jönnek vissza az információk. Igen, nem hagyja magát. A negyedik edző adja vissza a diplomát, hogy ezt nem. Tehát ezt így olyan formában nem. Nem tudom, szerintem az jó dolog, ha ilyet csinálsz, hogy elmész, beülsz, tanulsz, tehát hogy azt szerintem nagyon-nagyon klassz, hogy az ember ilyen korban is mutat érdeklődést, és elmélyül valamiben, az nagyon hasznos. Na, de van ilyen valamelyik őtöknek, amit még így szélesen tanulnál? Amire most még így beülnék? Amire azt mondanád, hogy hajlandó lenni heti egyet mondjuk beáldozni, heti egy estét például ilyen esti képzés, vagy ugye a legtöbb ilyen utóképzéses, vagy másoddiplomás képzés az hétvége. Biztos, hogy most így nem jut eszembe, de biztos, hogy lenne. Szerintem. Ez nem egy rossz dolog egyébként, igen. Aha, de akkor a pálinka főző kurzusra egyedül megyek. Engem az nem érdekel. Se nem szeretem, se nem jó, se nem finom. Mi nem jó? Én nem szeretem a pálinkát. Ne rugdosd, mert nem hiszem még rendeset. De ittam egy pára, nem jó. Aha. Szerintem az a legbénább pia egyébként. Fú, mit kapok majd én. Biztos a hungaricumunkat rugdosod, csak mondom. Világon sehol nem ismerik, tudod, mindig a magyar pálinka 600 kilométerre már finger nincs senkinek, hogy mi az a magyar pálinka egyébként. Mert nem visszük a hírét. Mert sajnos nincs egyébként híre, de hogy én nem szeretem. Aha. Én behalok a pálinkától. De ha megismernéd a mélyét. Már beleszagolok egyéb. Hú, nem bírom. Ha megismernéd a mélyét, ha tudnád a technológiát. Mégiscsak menjünk együtt. Nem, az arra biztosan. De menj el, csináld, menj egy ilyen. Hát azt gondolom, hogy fél év alatt meg vagy. Hát ez nem lehet hosszú. De ez 2 éves képzés. 2 évig tanulod, hogy miből lesz a pálinka. Nem, hogy miből lesz. Hát technológia, alapanyag... Jött ilyen részletességgel, nem? Kit érdekel? A tudás minden pénzt megér. Mit tudom én, hogy szemeszterenként 50-100, hogyha meg nem 2 év alatt, hanem 2 nap alatt akarod, akkor meg ennek a 4-szeres. Igen, meg lehet egy óra alatt, egy nap alatt és 2 év alatt. Nem néztem a pénzügyi részét a dolognak, de hogy ez tényleg létezik, azt nem tudom, hogy felvételi van-e, és ott mit csinálunk. De itt nincs egy gyorsított, hogy mit tudom én, mint a nyelvvizsgáknál, hogy akkor bemész, és akkor bizonyítasz ott élő szóban, hogy te nagyon ott vagy. Tehát, hogy nem kell mindenféle bejárogatnod, vagy és bemész, érted? 5-2 centes ki van téve, és ha fölismered őket, akkor az már fél diploma. Hát a fogyasztás és a főzés véletőleg nem ugyanaz, bár az utóbbiban nem vagyok otthon. Nem tudom, majd megnézem. Nincsen? Pálinka szomelié. Így ebben a forrán nem találkoztam vele, megnézem neked a részleteket, mert így csak átfutottam, hogy mik a képzés menete, meg meddig tart, meg ilyesmi, de hogy mennyibe kerül, azt nem tudom. De megnézem. Szerintem a tudás minden pénzt megér. Szerintem is. De most komolyan tényleg gondolkozol, nem? Így érdeklő. Igen? Aha, hogy valamit így még tanulgatni. Nem? És akkor már olyat tanuljon az ember, ami hasznos, amit szeret, ami ér. Sonka érlelő, még abban gondolkoztam, de olyat nem találtam. Az se rossz. Aranyérmes kolbásztöltő vagyok már, azt hova fejlesz? Nem rossz ez egyébként, mennyi. Kis tanulás. Tök jó, mennyi. Na, meg vagyunk. Na, hát itt van, megkaptam útra valódat. De hova húzná? Hát jönnek a hírek. Nem vagyok őszinte. Hát vádoljatok meg az, hogy nem vagyok őszinte. Tök jó, mennyi. Nem érdeklés. Ennyi lelki útra valóan, mert én sem hagynám ki már a szakot semmiképp. Legyen meg az a másodiploma, érted? Tehát, hogyha engem is ennyien biztatnak, és így, Anna csomagolt vissza a reggelit, amit a Balázsnak hoztunk ma. Köszi. Jó az. Na jól van. Hogy állunk játékkal? Jól, nagyon, mert hogy 2-0 ide. Gyerekek, hasítunk. Nem szórakozunk. Nem szórakozunk, nem lopjuk a napot. Jó. Ami azt jelenti, hogy lehet jelentkezni akkor játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne velünk játszani. Jó, írjon nekünk SMS-t egészen nyugodtan. És igen, elmondtuk mindent, az SMS számot tudjátok. Jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A Class FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Az M2-esen Vác felé a Gödi kihajtónál furgon az árokban. Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csak Feri reggelie még nem nyugodott bele abba, hogy lement. Ennyire nem lehetett rossz. Nem, jönni akar, dehogy is nem, nagyon finom csak. Azt mondja, hogy Hőgyész Dombovári utcakasz tökéletesen járható, jardók nincsenek, ez Babkó küldte nekünk. Az M1-esen Győrnél egy Skoda Fábia forgalommal szemben Pest felé megy, ezt Patrik küldte nekünk. Ajjaj. Jó járható a régi 3-as út, Miskolctól Sanyi a Fás üzeni nekünk, valamint az M7-esen a 136-os körnél a határ felé baleset van, kamion és rendőrök a leállósávban. Mormig papa üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Akkor helyes a megállapításod, hogy csúszik. Igen, valami van az úton. Valami van az úton, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, és boldog új évet kívánok, Erzsébet vagyok. Jó reggelt! Erzsébet, boldog új évet. Neked is. Boldog új évet kívánunk, még nem beszéltünk idén, úgyhogy ezért. Még nem. Honnan hívtál minket, Erzsébet? Vagy úgy, szép hely. Aha. Most már hívás várakoztat. Ez várakoztat, várja. Mert szívás várakoztatás. Lehet, hogy van egy bejövője. És átvette? Hát figyelj, ami fontos. Figyelj, visszavesz? Na várj, ezt megvárjuk. Mert szívás várakoztatás. Terike, mindjárt, mert már játszok a Morning Show-val a fiúkkal. Itt van már drága Ferikém, aki arany kezével. Janikám, meg az a nagyképű Balázs, de azért szeretem, basszus. Igen, aranyosak. Na jó, az a kicsi is, az olyan helyes, a Feri meg pálinkát is tud főzni majd. Még nem. Lesz róla papírja is. Mit csináljunk? Hívjuk újra, Anna? Persze. Aranyos volt, igen. Mit csinál Bözsi? Böske. Mit csinál Böske? Várjál, Terikém, van egy jövő. Nézd már, fiúk megint itt vannak, hát nem lehet ezeket lerázni, te. Hát nézd már, milyen Terikém. Na? Nem, melyik? Erzsi. Aha. Igen, megszabadtunk utána. Akkor nem, semmi gond. Azt hittük, jött egy bejövő hívásod, mert olyan nem volt, mintha mellé tettél volna. De olyan kedves vagy, hogy ragaszkodunk hozzád. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon rosszul hallunk, viszont bementél valahova? Szobába? Nem. Tessék? Jó? Nem. Gyere ki a házból. Jó. Kivegyek az utcára. Utcán is jó, bárhol, ahol először jól hallunk már. Vegyél. Nehogy megfáz. Mondjad? Így jó. Honnan hívtál minket? Budapest? Fura, olyan messzinek tűnik pedig egyébként. Budapest. Lakásból, házból? Hát igen, de kint akkor az utcára. Nem, Erzsi... Ha rajtam úgy, hogy nem fog megfázni. Szegény Erzsikém, igen, meg ne fázzál, aztán mindenet csak. Nem. Nem hallunk még mindig. Az a baj. Hogy álljak? Így jó? Halló? Próbáld meg kézen állom. Erzsi, nem. De az a fura, hogy te egyébként jól hallasz minket, mert mindenre válaszolsz, de mi nem. Igen. Ilyen nagyon szaggatva. Nagyon szaggatva, nagyon rosszul. Így jó? Most merre vagy? Közvetíts, mit csinálsz? Hát most itt vagyok, most bejöttem a házba. Aha, visszamentél a házba. Hallottuk? Így hallottuk? Hogy? Hát hallani hallunk, csak rosszul. Nincs ott valamilyen ilyen... Rét. Aha. Pegyen rét. Nincsen, az nincs. És ha kimész az utcára? Hát előbb ott voltam. Ez melyik kerület? Melyik kerület? 15. Így jó? Hát ezt kikérjük magunknak. Mobil mobil előfizető nevében, hogy milyen szolgáltató ez, hogy igen, 99%-os lefedettség, nem mindenki. Hát Erzsikém, ebből nem lesz így. Még egyszer, jó Erzsi? Utoljára. Még egyszer. Na még egyszer utoljára. Tedd le, hívunk. Jó, rendben. Puszi. Ja. Addig el ne tűnj. Hát tényleg azért a fővárosban. Igen, ez olyan fura. Mert most azt mondta volna, hogy nem tudom, Domolygó pusztáról hív, akkor azt mondom, hogy szép hely. Gyönyörű, menjetek el. Domolygó puszta. Nagyon szép hely. Na, mindjárt megpróbáljuk még újra. Erzsit. Ezek után remélem, ami nagyon acélos játék lesz, gyerekek, mert Erzsivel nem keveset dolgozunk. Erzsi! Hey! Yeah! Erzsi! Ez igen! Na! Szolgáltatót váltottál? Hát bejöttem, és akkor úgy álltam, hogy jó legyen. De jó, jó lesz. Jó, tökéletes, ügyes vagy. Bocsánat, hogy ennyit szenvedünk, vagy csak ugye a hallgatóink számára, ha nem érthető a dolog, az kevésbé élvezhető. Drága Erzsi, kivel szeretné játszani ezek után? Balázsra. Velem? Igen. Igen? Heti szűz? Igen. Heti szűz vagyok még egyébként, igen. Még nem játszottam. Jó, hát... hát most itt az ideje. Hát, ha ennyit dolgoztál ezen, akkor most már nyerd meg ezt, jó? Tényleg? Te ne csináld, hát, hogy szeretném. Nem nyersz. Ennyi energiát kevesen tesznek játékban. Megmásztál 4 emeletet, felmentél a tetőre, nem voltál pincébe az óvóhelyen, kimentél az utcára, tehát itt már mindent bejártál. Mehetünk? Igen. Janim? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy? Hallasz? Itt vagyok. Jó, itt vagyok, hallok. Jó hallasz? Jó hallak. Milyen volt az ünneped? Az ünnep? Jó az volt, ünnep. Csendes volt, hazavittük a gyereket. Új év, hogy tett? Otthon voltam, 3-4-12-kor már aludtam. Te bulisztál? Én nem. Ó, oh, de kár! Ó, de kis furcsa játék ez! De megvan! Na, Erzsikém. Szörnyű, hogy ki kellett, hogy végezzelek így ebben a formában, mert megérdemelted volna, hogy nyerjél, de ebben szegényként, mert átmásztál ott X emeleten. Pedig jól indítottad. Hát jól, de hát sajnos kimondtam a szót. Igen. Ez a baj. Ez nagy baj. Lehet, hogy akkor kezdesz el játszani, amikor először csörgünk, akkor én perelném a szolgáltatót. Hát mindegy. Ne keseredj el. Játszunk majd még valamikor, jó? Jó, rendben. Rendben, köszönöm azért. Kicsit rossz kedved lett? Nem. Nem? Nem. Mert már nem is örülök, ha beszéltem veletek. Na, ez a lényeg, mi is örülünk. Jó? Meg ha szeretsz minket, örülj annak, hogy mi örülünk most, hogy 3 óra behoztuk a hetet. Igen, örülj a mi örömünknek, igen. Na, mindegy. Boldog hetet kívánok, még ami van hátra, ez a 2-3 nap aztán. Ebből a hétből. Ja, ebből a hétből, igen. Erzsi, köszönjük. Ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Hát nem volt egy hosszú játék. Nem, de menő, mert így 3-0, és akkor ez a második nyerthetünk ebben az évben. Kérem szépen. Most nem szórakozunk, most semmit nem bízunk a véletlenre. Ebben az évben nem játsszuk el ezt az univerzum, meg galaxis. Hagyjuk már semmit, most végig megyünk az egész éven. Én mondjuk csak halkan mondom, hogy a tavalyit is megnyertük, ha ezt néznéd, csak ugye valaki ügyesen bedobta az utolsó héten az univerzum királyát. Igen. Sikerült is az egész évünket odaadni. Legyünk ebben az évben teljesítményorientáltak. Na jó. 3 perc pontosan 7 óra várunk friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Class FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Milyen nap van ma, gyerekek? Szerda! Szerda van? Szerda. A hétforduló. 14-e, hónap közepe. Bizonyám, 8 után már menjünk kifelé az erdőből. A hétből is, meg a hónapból is lassan egyébként. Még a holnap az lesz. Még szó. Igen. Néhogy elvesztem a fonalat, hogy milyen nap van. Szerda. A szerda ez egy hülye nap, nem? A szerda. 8-ig. Ugye? Igen. Utána már pozitív. Utána persze. Már csak 51 perc. Tényleg a hétfő kedden még úgy fűt a hétvége, igen, csütörtök pénteken már húz a hétvége. A szerda az egyedül ilyen nagyon furcsa nap. Tehát mert a szerdára nem tudsz jó indokot találni, hogy miért nincs kedved semmi. Ez ugye hétfő kedd, az még a hétvége húz, ahogy te mondtál, csütörtök pénteken már tudsz kész, szerdán meg melózni kell. Ezért lenne jó a 4 napos munkahét. mert ott nincsen ez a, ez a bizonytalan ilyen vízválasztó. Tudod? Ja, egyből átbillensz. Így van, rögtön átbillensz. Aha. És akkor a pénteket csatolnád, vagy a hétfőt? Nem, egy hatnapos lenne egy hét. Szerintem az... a Gergely naptár eló? Tehát nem hét lenne, hanem hat. Aha. És akkor annyit, ugyanannyi dolgoznánk? Vagy akkor négy-kettő? 4-2. Szerintem az lenne akkor. Hát akkor ugyanolyan soknak érzed? Nem. Amikor kevesebb a munkaidőd. Igen, meg mondom, a két nap után, ugye két napig azt mondtuk, hogy akkor még tol előre a hétvége. Aha. Aztán csütörtökön, illetve hát nem biztos, hogy csütörtöknek hívnak, de mondjuk ez maradna. Akkor csütörtöktől meghúz a hétvégén. Jó, az azért. Vagy ne. Ne, szerintem maradjon a 3 nap pihenő, jó? Aha, Nária, nem erősen újabb ötleteken, nem akarlak felhasználni beleteken, ezt is nehéz lesz átnyomni. Szerintem is jobb a 3, tehát a 4 napunk a 3 pihi. Az valahogy ilyen humánusabb. Én csak 2-be gondolkodtam, de a 3 nekem is valahogy, várjál? Igen, szimpatikus. Meggyőztük. Meg vagyok. Igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Trafi az M3-ason Budapest felé a 203-as kilométernél. Aztán a 110-es kilométer szintén M3-as, a külső sávban teherautógumi van, és durradefektes kamion a leálló sávban Pest felé, -5 fok, 24 órás futár Pisti. Üzente nekünk, Sárvár és Jánosháza között rendkívül frissen és energikusan közlekedem a 84-es főúton. Ezt Bali küldte nekünk, valamint az M3-as kivezetőn mérnek a rendőrök, Batter küldte. És nem hiszem el, hogy mennyire topul a figyelmetek, mert a kocsányos tölgy lett az év fája. Ti sem vagytok már a régiek. Köszi szépen, hogy felhívtad a figyelmüket rá. Kocsányos tölgy. 15 vagy 14 még. Így van. Ez már 2015 fája, a kocsányos tölgy? Az évfája. Az évfáját ez a 2014? Azért gondolom, hogy a 2014-es érdemek alapján ítélték oda. De mit tehetett a kocsányos tölgyé, hogy megkapta? Mindenki más. Tehát a 15, mert azt írja, hogy a 11-es évfa az a mezei juhar. Na, ugye? Akkor ez a 15-ös év? Igen, akkor már ennek az évnek a fája. De hát nyilván az előző évnek az eredménye alapján ítélik oda. Komolyan mondom, megőrülök. Elindult ez a fosforos bugyboka, elindította, és mindenki előállt most az év szülője, az év almája, az év hala, az év fája. Nagyon jól teszik, így van. És akkor most az év fája, jó van. És most akkor mi van? Már mondd meg nekem, ha te ennyire pártod, akkor most mi van? Mész és megismered a kocsányos tölgyet, oda mész meg, év fája, jaj, de jó. Megöleled. De jó, itt vagy, gratulálok. Na, de most komolyan mi van ezen kívül, mert nyilván nem öleled meg. De miért nem? Mert nem. De miért nem? Hát mert nem öleled meg. Hát hogy néz ki? Tessék, mondd el nekem, hogy néz ki. Hogy néz ki a 2014-es, a mezei juhár? Most fogunk rákeresni. Hát nem tudod, a tavalyi év fáját, hát nem tudod. Hát a kocsányos tölgyre is. Na de mi értelme van, az ember nem tudja? Hát mert eddig nem figyeltünk, hát fölhívtuk, mi hívtuk rá föl a figyelmet a bugybókával, a kecsegével, most meg a kocsányos tölgyel. Mindenki megnézi. Most már tudni fogja. Kocsányos tölgyes háttérképeket törták le az emberek. Tudni fogják, hogy hogy néz ki a kocsányos. 10 Morning Show hallgatóból, hogyha megkérdezel mondjuk 10-et, tehát az összeset, csak így mondom, hogy összeálljon a kép, igen, akkor szerintem 9 már tudja. Mi az év hala, hogy mi az év madara, és most tudni fogják azt is, hogy mi az év fája. Hogy mi az év fája. Én eddig válogatás nélkül ölelgettem, és szerettem az összes tölgyet. Most egy kicsit így egy ilyen megkülönböztetett figyelemmel fogok meg viseltetni a kocsányos tölgyel, mert tudom, hogy ő. Hát jó, gyerekek, én akkor ezt más gondolok erről, de mindegy. Nem mondom el. Hát most elmondhatod nyugodtan, akkor is így van, érted? Beszélünk róla, fölkeltjük az érdeklődést. De miért kell, hogy érdeklődjek egy fa iránt? Hogy védd, hogy de mi nem bántom a fákat? Te bántod a fákat? Oda mész, belerúgsz? Hát érted, hogy mi a kérdés? Hogy mit vált ki, mit csinálsz te máshogy? Na most élek gyanúperrel, hogy ez egy ugyanolyan hír, mint minden más hír, aminek megvan a célközönsége. Te nem vagy ennek a hírnek a célközönsége, de ergo semmi gond nincsen ezzel. Na de azért választ valaki évfáját, hogy azzal felhívják valamire a figyelmét, nem? Hogy védd a fát, egyébként bántod? Miért? Belerugsz? Hát de nem figyelsz rá úgy, mint egyébként kéne figyelni. Nem, de egyébként most a kocsányos tölgyre nagyon oda fogsz figyelni. Meg fogom keresni az interneten, hogy néz ki a kocsányos tölgy. Megkérdezem, hogy telepíthetek-e valahova 5 kocsányos tölgyet ebben az országban, hogy kell-e egy hülyeséget dumád, de hogy te telepítesz 5 kocsányos tölgyet, hagyjál már, hülye duma, persze. Ős kocsányost hozok létre. Megkérdezek 4-11-kor, hova sietsz, Feri, ilyenkor még itt szoktál lenni? Megyek fát telepíteni, még 5 darab kocsányos tölgyet el kell ültetem a margit. Margit-szigeten. Ilyenkor nem ültetünk még januárban, de ahogy már elérkezik az idő, akkor meglátod, 5 őskocsányost ajándékozom az országnak. És ez nagyon szép, akár még 1000 év múlva is állhat, mert 800 000 évig is elérhet egy kocsányos töld. 800 000 év. 800 000 évig is elérhet egy kocsányos töld kedvező körülmények között. Mit tud még a kocsányos töld? Majdnem 1 millió év. Az nagyon durva. A kocsányos töldnek a termése az a mak. Például. Igen? Aha. Na, tessék. Jó, van, ezért megnyitatott, hogy ti ugyanolyan hülyék vagytok fából, mint én. Picit többet tudtunk róla mondani. Tudod, mi van a magból? Mert van internetetek, igen. Nekem még nincs megnyitva. Na, hát figyelj, hogy ha van itt mondjuk hátul egy tölgy, és kimegyünk mondjuk 2 megszólás között, én megmutatom neked, hogy melyik az. Nem érdekel? Na, hát akkor meg... Mit lovagolsz rajta? Nem én lovagolok rajta. Ti ugyanolyan hülyék vagytok, mint én, csak az a különbség 2 között, hogy titeket érdekel, engem meg nem érdekel, de a végeredmény ugyanaz. Nem, szeretném megérteni, hogy mi értelme, nem győztetek meg. Mondom. Mert ezzel, hogy hülye dumán mondasz, hogy ültetsz 5 fát, nyilván kamu. Tehát nem ültettél még életedbe egy fát. Ez mondjuk nem igaz ebben a formában. Jó, akkor ültettél gyerekkorodban, meg kihajtottak a mezőre. De azért most nálunk mindig úgy volt. Takarodják ki, gyerek. Addig nem vacsorázol. 10 megfát pálinkának jó lett. Ilyen tönyöröllek téged. Fölfröccsen az orrod vére a falra. Ezt mondták. Na mondom neki, kocsányos tölgy, termése a mak lehullik, gyönyörű mangalicákat nevelnek föl rajta, amelynek a hátsó sonkáját húsvétkor megfogjuk. Ezzel mondjuk nehéz vitatkozni. Van értelme a kocsányos tördnek, vagy nincs? Na, így már van? Látod. Na. Így már van. 5-öt ültetek az idén. 5 kocsányos törd. Mert abból 15 malac lesz majd később. Bizony. Mondjuk az már nem az én koromban lesz, ahogy ezek nőnek, de mindegy. Mennyi ideig nő egy malac? Nem a malac az nagyon gyorsan megnő. Vagy a fa. Nem, még van viszonylag hosszú távon tervez a fején, még sok malac belefér az ő életében. Mennyi ideig nő egy malac és egy fa? Melyik nő gyorsabban? Az a jó viszont, hogy te malacból pont olyan jó felkészült vagy, mint tölgyből. Mind a kettőt tudjuk. Mi az, hogy én? Miért ti mennyire vagytok felkészültek tölgyből? Na most győzzetek meg. Csukjátok be a gépet és mondjatok 6 információt nekem tölgyből. Mondjad, tehát én, aki nem vagyok felkészült tölgyből. Ha ránézek és oda megyek és megmondhatom. Azt én is megmondom, melyik a tölgyfa. Én tudom, hogy mak van rajta, amiből lehet disznót csinálni. Oké, valami újat valaki. Tessék, na, jöjjenek az új információ. Azt melyik a leveléről megmondod, hogy melyik a tölgy. Más a levele. 800, akár 1000 évig is elélhet a kocsányos. Köszi, Jani. Ah, gyerekek, nem lesz ez így jó. És akkor mik bukannak még föl? Akkor mondják el előre, mi jön még? Hát ugye volt az év rovara. Most már meg vagyunk a rovarral, a hallal, a fával, a madárral. Ki nem rukkolt még elő? Évgombája is volt, ugye volt a mezei fereszke, vagy csiperke, vagy nem tudom mi, nem a csiperke, a tölcsérgomba volt. Azt nem sikerült megjegyeznünk. Aha, nem tudom mi, hát mi lehet még? Az év lápja. De van a közép. Az év gyógynövény. Valószínű, hogy mindenből van egyébként. Az év mutyia. Több is. Az ludas mutyi. Ja tényleg, na hát az meg megvan, ugye? Az év mutyia, a saskabari, a ludas mutyi van. Azt sikerült már megfejteni, igen. Azt már megfejtettük, igen. Az év bora. Hát az van, az év bora, az év borásza, az már egy kicsit komolyabb cím, igen. Az év pálinkája, mondjuk azt tudjuk, hogy az értelmetlen. Senki nem szereti. Na, gyerekek, egy érdekes hír, ez is nagyon érdekes volt. Mármint a fák, abszolút, hát nem azt mondom, hogy nem volt érdekes, mert akit érdekel, ez hogy Anna ne küldje, nekem most elkezdte elküldeni, hogy hány szavazatot kapott a kocsányos tölgy, hányat a jegenyenyár, és hányat a virágos tölgy. Nem az a baj, hanem és hogy véd a fákat, egyél hódodumát elküldték megint 150-en. Nem, az már nem annyira erős. Csak mondom, a virágos kör is 673 szavazatot kapott. Gyerekek, ha tudni akarjátok. Tudod, mennyi vert rá jegenyenyár? Mennyi? Egy 40 szavazattal többet kapott a jegenyenyár. Akkor az egy szoros versenynek lehet minősíteni, nem? Már 40, az nem sok. Bárki szavazhat? Persze. Úgyhogy jövőre nagyon figyelj. A te szavazatod is számít. Gyerekek, nekem már mindegy melyik fa lesz az évfája. Na, viszont egy érdekes cikket találtunk, és nehéz megfejteni, hogy mi folyik ott Svédországban, de egy svéd mesefilmről van szó, amin kiborultak az ottani szülők, és kíváncsi vagyok, hogy ezen ti kiborulnátok-e. Ugyanis mély megdöbbenést váltott ki svéd szülőkből az az animációs gyermekmese, amelynek főszereplői, hát most ezt finoman mondom, mert így szerintem ez kimondható, férfi és női nemi szervek. Egy animációs mesefilmben, ami azért tényleg furcsa, kérdés, hogy megengeded a gyereknek, nem engeded meg, mit néz a gyerek, mit engedsz, mit nem, hol van az a határ, amit a gyerek már nem nézhet meg. Hallgatóink és szerintetek is. Vagy igen. Jól mondtad. Jól mondtam. Nyugodj meg. Jól mondtam. Tehát hallgatóink szerint, akik szülők, erre akartam kiukadni. Miért rajzolnak egy animációs filmbe egyébként férfi és női nemi szerveket? Ezt nem értem. Én támogatom a dolgot, Magyarországon főleg támogatom a dolgot, ugyanis nekünk nincs igazából kultúránk arról, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Ha a gyerek szembesül vele, akkor lehet, hogy a későbbiek folyamán könnyebben fog majd nyitottabb lesz erre a dologra. Mindjárt megmutatom ezt az animációs filmet. Igen. A szembesülés az nem a jó szó szerintem, mert itt kap az arcába. Feri, nincs ezzel gond alapvetően, szerintem sem, de itt fő szereplők ezek az, hogyha csak úgy mellékszereplőként csüngenének, igen, akkor azt mondod, hogy persze ez beleférhet, ez legyen így. Bicár Kullen és Barne Kullen. Ez a mese címe. Aha, nem tudjuk mit jelent, mert ugye ez idegenül van számunkra. Meg messze van tőled a vélerő egy picit. Na várjál, akkor itt is várjál. Megnyitom, úgyhogy legyen hangja, és akkor a hallgatók is hallják. Bicár Kullen, Barne Kullen. Feri, te tanultál svédül. Nagyon sokáig, persze. A svéd női úszóválogatottba például mindig szerettem volna masszörnek lenni, de nem jutottam el odáig. Úgyhogy a svéd, viszont tudok svéd bútort szerelni. Na figyelj! Na, egy vidám kis dalocska. Már közben itt is én ütlennek. Na ezt látjuk. Aha. De gyerekek, ez semmi, ez egy körberajzolt kis dolog. Bácsinak van öltözve a férfi. Nem megállítanám azért itt egy pillanatra. Ugye azt látjuk, hogy hogy mondjuk ezt el? Köszönöm, ez a jó szó. Ez nagyon finoman fogalmazunk. Szépen mondjuk, hogy gyerekek is hallgatnak, ezt hallgathatják így, ebben még nincsen semmi rossz egyébként. 3 kuki kalapban bajusszal ugrabugrál. Hát az egyik kalapban van, a másik bajuszos. De a különbözőséget mutatja be ez a rajzfilm. Semmi más nem mutat, hogy van idősebb, van fiatalabb, van bajuszos, vagy van kopasz. De szemük is van. Igen, mert ez egy rajzfilm. Nincsenek szemei kalapjai. Majd rajzolunk rá. Már. Na várj, indítom tovább, figyelj. Jó, menjen tovább. Bicár Kullen, Barne Kullen, figyelj. Énekelnek. Az egyik ledobta nadrágját. Igen. Ekkor megjönnek. Nunik. Ezek kagylók, nem? Igen, megpróbálom neked megállítani. Ott, ebben a formában megérkeznek a női társak. Na jó, hát egy ránézés, nekik aztán végképp semmi közük nincsen ahhoz, amiről szól. Tehát, hogy ebben aztán már én nem tudnék kapcsolatban. Ez egy fordított cseppforma, középen a hasán egy vágással. Egy vidám kagyló, óriási szemekkel és hatalmas szempillákkal. Na. Mutatom. Énekelnek. Kacsony. Most énekel a Nuni. Igen. Jön egy idősebb, bottal. A szemüvegbe. És most a Kuki és a Nuni együtt énekel. És az egyik egy rockabilly arc. Semmit nem csinálnak egymással, tehát ráutaló magatartás nincsen. Érted? Nézd meg, mennek jobb, lentre, föntre, mennek jobbra-balra. Elmennek egymás mellett. Énekelnek egy mikrofonon. Na de várjál, oké. És most beazonosíthatja a gyerek, hogy hol helyezkednek el a szervek. Ugye, mert a végén felrajzolnak egy férfi piktogramot, meg egy nőit, és a női kis éneklő kis arcocskát berakják a nő helyére, a férfi pedig a férfi helyére, tehát a gyerek itt rájön, hogy mit látott tulajdonképpen, ha már van abban a korban. A svédek kiborultak, tehát a svédeknél felháborodás van, meg akarják lincselni az animációs film készítőit. Pont a svédek egyébként, igen, és óriási balhé van belőle. Ugye ezek a kis nemi szervek ugrabugrálnak, és hát a svéd szülők és mindenki. Kiborult, a készítők azt mondják, hogy ebben nincs semmi kivetni való. Játékosan világosítja fel a gyerekeket. Náluk nincsen nézőteszt, mint nálunk zenei teszt. Nem nézik meg először a nézőket azt, hogyha mondjuk 100-ból 70-en felháborodnak, akkor ne küldjék adásba? Valószínűleg nem, ezt anélkül ment, de én nem is értem, hogy miért nem mehetett volna, mert tényleg nem látok benne semmi kivetni valót. Én annak vagyok híve, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról már gyerekkorban is, bármi, ami segít ebben. Tehát az országnak az ilyen szexuális téren a legnagyobb baja, hogy nem beszélgetünk. A gyerekek, tehát amikor rákérdez a gyerek anyunál vagy apunál, hogy az ott neked mi, akkor de ezt te még kicsi vagy, érted? Mi magunk sem merünk beszélni róla. Egyébként jól osztad. Ez jól hozod ezt a szüled. Ilyen vagyok otthon, tudod? Ja, tehát, hogy nem azért mondom, csak ezt jól hoztad. Igen, nem merünk róla beszélgetni. Ez szerintem pont azt hozza, hogyha egy kicsit ezt együtt megnézed a gyerekkel, semmi szex nincs benne. Tehát ezt szögezzük le, hogy ezek rajzfilm figurák lettek, a Kuki meg a Nuni, akik énekelnek, azt nagyon jó lenne tudni, hogy mit énekelnek a dalban, de sajnos kevesen értünk svédül. Igen. Azt egyébként jó lenne, ha valaki tudna svédül elmondaná. Igen. Tud. Most én azt nem tudom, hogy nem lesz ennek az a következmény, hogy bármi más nagyon népszerű rajzfilmnek, hogyha megnézi a gyerek veled együtt, akkor akar majd ilyen hátitáskát, uzsonnás dobozt, stb. Tehát, hogy érted, hogyha most lát valamit egy gyerek, valami Hello Kitty-t, vagy Monster High-os, vagy nem tudom, ilyen dolgokat, akkor azokat meglepeti. De egyébként én több minden nem értek, szóval, hogy egyrészt az a 3-4 éves gyerek, aki ezt az animációt nézi, mert ez annak a szintjén van, az még egyébként ez nem érdekli. Az idősebbet ez már nem szólítja meg. Ráadásul közeli vissza a Nunihoz és a Puncihoz, ha látom, hogy ezek énekelnek. Igen. Mit tudok erről meg? Tehát nem értem a lényeget. Mert ha te elbeszélgetsz a 8 éves gyerekeddel, hogy figyelj, ez van az, amilyen mesélek a bennről egy sztorit, hogy picit szomorú is vagyok, mert nem amiatt, amit csinál, csak mondott valamit, és úgy látom benne már. Tessék? Nem. Mi célt szolgál? Tehát az, hogy 4 éves gyerek lát egy puncit, meg egy kukit ugrálni, akkor ő tudja, hogy neki van kukia vagy puncia. A 8 éves már azt mondja, ez hülyeség, mert már nem így van, és már nem ugrál a punci kalapban, ha-ho. Meg a kuki sincsen napszemüveg. Hogy hova lett a napszemüveg és a kalapot ilyetől. A 8 éves gyerek azt mondja, hogy ha-ho, nincs a kukin kalap. Ho-ho, és bottal se járkál a kezébe, hiszen már tudja, mert vagy neki is van, vagy már látott ilyet 8-10 évesen, hát mondjuk ki, már ugye durvább dolgok is történnek az óvodában. És jó esetben ő lesz, nem kezdi el öltöztetni. Melyik réteg lesz? Én nem vagyok prűd, hát aztán rám mindent lehet mondani, de melyik réteg lesz ettől okosabb? A 4 éves szerintem... majd oda néz is, összehasonlítja, és azt mondja az anyám, anyuci, az enyémen nincsen kalap. Az elfogadás, nem nincs kalap, az egy idősebb, érettebb korú kuki, érted? Tehát de mit kell elfogadni egy 4 éves gyereknek, hogy mindannyian, hogy a fiúké, igen, a fiúké ilyen, és van belőle az enyém, aki fiatal, a övé, aki idősebb, és a női nemi szervben ugyanez a helyzet. Én most csinálok egy tesztet, hazaviccem, ezt levetítem a Benninek. Na fogalma nem lesz, hogy mit lát. Ugyanis mi felnőttek magyarázzuk bele, hogy egyébként ez milyen szörnyű. Ezt egy 4 évesnek megmutatod, hogy nem teszi össze, hogy apuci, ez milyen durva, hát itt puncik ugrálnak. Ezt nem fogja mondani. Azt fogja mondani, hogy de helyes a bácsi, ugye? Közben. Tehát, hogy nem látom az értelmét. Nem látnak bele. Nem látnak bele semmit. A 4 éves gyerek ezt még nem érti, hogy ez mi. Gyerekek, nem mondjátok, oviból hazahozza már ezeket. Na most végezzük el ezt a kísérletet. Vidd haza és mutasd meg a Somának. De őszintén mondd el, én megmutatom a Benninek, nem fogja érteni. Tehát ezt így ebben a formában egy napszemüveges kuki ugráló nem fogja azt mondani, hogy apuci, ez egy kuki. Nem érti. A mi felnőtt fejünk látja ebben a szexualitást, neki ez még nem elsődleges, nem jellegű rajzok. Na de hát akkor mivel a baj? Neki nem lesz elsődleges. Na de azt mondom, de nincs értelme. Hát mit lát? Ez egy 4 éves gyerek szintjén van ez a rajz, akkor mit mutat meg neki? Ha kérdez majd egyszer a gyerek, és kérdez, majd akkor beszélgetünk róla. Anya, az enyémben miért nincsen napszemüveg? Ez nem a beszélgetés, nem kell neki elmondani 5 évesen, hogy csináltátok őt apuval, nem erről van szó, hanem ha úgy él 0 éves korától, hogy nyitottan, teljesen normálisan, mert ez ugyanaz, mint hogy kijössz a fürdőszobából a gyereked előtt mesztelenül. Kijövök, igen, látta anyut, de nincs ebből illízi otthon. Ez nem ugyanaz, hogy beraksz a gyereknek. Mire szeretnél elaludni? De nem. Mire szeretnél elaludni? Bogyó és babócára, nem tudom, verdákra, vagy ugráló kukira és nunira. Egyébként az se baj, ha ugrál, mert ezen hidd el, hogy a Soma is nagyon jól szórakozna, és teliszája röhögne, meg a Benni is. Teszteljük le. Ja. A Panna már lehet, hogy rájönne, hogy ez mi, de még ő sem látna bele szerintem egyébként szexuális jelleget, mert mennyi, 6 éves? 6. Aha. Talán ő már levenné, de kíváncsiak szerint még az akkor, ahol még ő se biztos. Lehet, hogy tényleg akkor döbbenének rá, hogy valójában miről szól ez az egész, amikor megmutatnátok élőben. Hogy ugrálnánk és táncolnánk egymás mellett. Tényleg most ugye ez live. Ha lefagy a számítógép, táncoljátok el neki fel. Napszemüveget, sétálóbotot, cilinder! Na és ez volt a vége, mutatom. Ez a nyitottság, gyerekek, hogy azt a prűd viselkedést, ami évezredek óta van az emberben, azt kicsit fölold, és amikor már eljutsz oda, hogy normálisan beszéljél vele, ne pislogjál itt nekem így, hanem már látom. Akkor könnyebben tudsz érted beszélni róla. Mikor jutsz oda? 8 évesen jutsz oda, 8 évesen, majd előveszed ezt és lerajzolod neki, vagy le. Nem, ezt 4 évesen lesz. De igazán egyébként a Ferinek, hogy a gyerekek már 4 éves korban megvannak a saját kérdéseik, amikre adott esetben kapnak választ, de legfőbb rá nem kapnak rá választ. Például amikor kimennek a picik mondjuk együtt kezet mosni meg vécézni, akkor nyilván feltűnik a kisfiúknak, hogy a kislányok leülnek ahhoz, hogy elvégezzék a dolgokat. gyereknek már tök természetes. Nekem mondja Benni, neki kukja van a lányon, meg puncjuk. Egyáltalán nem akad fenn ezen. Fel sem merül. Erőltetett, tehát miért kell mindent direkt belőhozni? Én azt nem értem, hogyha ő kérdez. De igen, mert a felnőttekben van egy ilyen kényszer. Akkor vegyük el tőlük azokat a dolgokat is, és hozzuk elő direktbe, akkor beszélgessünk arról, nem tudom, erről szabad, de korán van 7:30. Ha nem mondasz ki semmiről, hát lehet. Hát igen, akkor beszélgessünk a Mikulásról és meg a Jézuskáról. Kezdjük el beszélgetni, hiszen el kell neki mondani, el kell világosítani. Értsd már meg, nem mondod el, meg ti nem vagytok jó, hogy ez a... Tudtam, hogy jó lesz ez a cikk, tudtam, hogy izgalmasabb lesz, mint az én fája! Nem, az is nagyon jó volt. Bocsányos törvény. Nem elmond, tehát itt pont nem arról van szó. Akkor utaljunk rá, akkor kezdjük el sejtetni, hogy tulajdonképpen mi is van a Mikulás kérdéskörrel. Ne sejtessük, majd ő rájön magától. Két különböző sztoriról beszélgetsz. Itt nem arról van szó, hogy le kell ülni a 4 éves gyereke, és el kell neki mondani mindent. Pont fordítva látod. Pont fordítva látod. Annának van igaza. Ez egy felnőtt. Szerinted azt azért tegyük hozzá, ugye? Felnőttek csinálták ezt a filmet. Felnőttek bagatelizálják el, tehát egy gyerekkel pont nem így kell elbeszélgetni arról, hogy egy kuki ugrál napszemükbe cilinderrel. Aha. De ki mondta, hogy el kell beszélgetni? Nem. Ezek után a gyereknek lesznek kérdése, és azt mondja, hogy apa, minden kukin van kalap, meg napszemüveg, meg sétálóbot? Nincs. És akkor elbeszélgetsz vele, hogy egyébként ez egy fura értelmezés ennek a rajznak, tehát én nem vagyok annak híve, hogy ne beszélgessünk. Így van, de annak, nem erről van szó. Itt most azt látjuk szerintem, hogy a svédek felnőtt aggyal kitalálták, hogy mi a jó a gyereknek. Te Jürgen Schlüssen, Klüllenflüttyen, tegyél rá egy cilindert, hallod, és masszahosszán, tegyél még rá egy sétálóbotot, ezen majd nagyot nevet a gyerek. Miért? Nem is érti a gyerek. Tehát ha te elbeszélgetsz majd mi 8 évesen a Pannával, így fogsz vele elbeszélgetni, hogy nézd meg, kora kalap van a... Nem, 5-ére kérdezed, és 5-ére mondom, hogy nem. De akkor ennek mi értelme van? Az, hogy ebben nő föl, hogy ez egy nyílt dolog. Táncoló női között. Nem, hogy lehet róla beszélni. Abban igazad, nem tök igazad van. Ez tök igazad. De ez belőled fakad, ez nem kell semmilyen kuki, meg puni rajzfilm, ez belőled fakad, hogy nyílt vagy otthon. Még átér érted a komp Svédországból, Dániába, és beszívnak, és csinál egy ilyen rajzfilmet. Ennyi. Igen, isznak is közben, mert ott olcsóbb az ital. Azért mondom, hogy kompal. Nem tudom, tehát az belőled fakadhat. Tehát tényleg bármit kérdezhet az én lányom is, mert meg is szoktam érezni. Látja a 8-os lányokat is. Ti nyitottak vagytok, ti elmondjátok. Figyeljetek, de nagyon sok, legyünk azért őszinték, nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy ilyen megdöbbentő, mi is csináltuk már belőle műsor, hogy megdöbbentő kérdéseket tudnak feltenni, nem kisgyerekek. Na de azok kamaszok, az 10-12 évesen. De ez is annak az oka részben, hogy elmarad a felvilág. Az oké, hogy elmarad ebben a formában? Ez egy jó formája? Cilinderben ugráló kukik napszemüveggel? Ez is. Ez is. Mit látok egy animációs? Ó, Benni, csücs ide az ölemre, hát képzeld el, nem mindegyik kukin van kalap, bár hívnak néhány embert úgy, hogy kuki kalap. De azt akkor mondod, ha dühös vagy, és egy kicsit máshogy fogalmazol, ugye? Szóval, hogy végezzünk egy tesztet, komolyan mondom. Vigye haza ma mindenki ezt a svéd Jolenflukken, animációs Snoppenob Snippen, Bicár Kullen, Barne Kullen videót. Mutasd meg te a Karinának, mutasd meg a Somának, mutasd meg a Pannának, megnézhetem a Bennivel, és holnap mindenki mondja, hogy mit mondott a gyerek. Szerintem egyikőknek se fog leesni, hogy mit látnak. Nem. Szent meggyőződésem, hogy szerintem még a Panna, aki legidősebb, nem fogja azt mondani, hogy hihi kuki, hihi nuni. Szerintem nem. A Karina legidősebb? Szerintem nem. 7 éves lesz. Szerintem nem. Figyelj, nem érdeklik ezek a dolgok, hogyha kérdez valamit, akkor válaszolok rá, tehát nyitottságból, de nem érzem azt az ingert, hogy most erről kellene vele különösebben bármit, meg ilyen filmeket betenni. Volt bármilyen kérdés már valaha? Amiből azt éreztétek, hogy kezd érdeklődni? Nekem most a Benni föltett egy kérdést, és amennyire örültem, annyira szomorú voltam. Na. Mi volt a kérdés? Elvittem tornaedzésre. fél óra után kijöttünk, mert rohadtul untak. Akartam, hogy menjen, van így, mindegy. És meglátta a lányokon a tornadresszt. Figyelj, 3 napja erről beszél. Hogy van-e alattuk bugyi? Ugye, mint az apja. És azt mondta, hogy apuci, majd ha anyuci nem hallja, akkor beszélgessünk a bugyikról. És így álltam, és azt mondtam, hogy egyrészt örülök, mert hát azért. Másrészt szülőként rájössz arra, hogy milyen jó, amíg a gyereked nemtelen, és kicsit ilyen androgyn, és még megvan benne az ártatlanság, amit úgy szeretünk a gyerekben. De ezzel a kérdéssel már elkezdted érezni, hogy természetes, ugye az, hogy fejlődik, de úgy azt éreztem, hogy oda van valami. Tudod? a gyermekedből. Eltűnt az, amikor még nem telem, még nem érdekli, még egy a fiú, egy a lány. Még... És ma este már, tegnap este már hosszasan beszélgettünk a bugyikról, még Wall Story bőven. Tehát, hogy... megmutatod, ami rajtad van. Egyrészt megmutattam, hogy nézd, anyád bugyját vettem föl reggel, mert nagyon álmosan öltözködtem. És úgy azt néztem, hogy hát de jó, de hogy úgy kicsit tudod, úgy szomorú is vagy, hogy az a gyermeki ártatlanság, amiért a leginkább szerethetőek gyermekkorban, neked is ilyen 5-6 éves, az egyszer csak ilyen kérdések hatására elkezd eltűnni. Nem? Neked még a soma semmit? Dehogy nem. És azóta bugyikról, hogy van-e a tornadressz alatt bugyi, és hogy milyen bugyi, hogy, és mondtam, hogy de jó, de kicsit szomorú is voltam, hogy oda. De mennyivel jobb ez, mint hogyha azt mondta volna, hogy ő is ilyen dressz szeretne hordani. Aznál. És menni szeretne a gerendára. Azért még az se jelentene sok mindent. Nem jelentene sok mindent, igen, de nem volt bennetek egy ilyen, amikor ezt az első kérdés föltette, hogy basszus, valami elkezdett kinyílni. És na, a természetes út, hogy kinyíljon, de úgy oda az a nemtelensége, az az androgyn lénye, tudod, hogy még úgy nem érdekli, és az olyan jó. Legyél büszke, ezt engedd el ezt a részét, és beszélgessé, tehát ne zárkózz be, mert fél 11-ig fenn voltunk. Na, tessék. A gyerekbe aludtam még 3 óráig sztoriztam. A gyerek a végén már így mondott, apa, hadd aludjak is. Képzeld el, az edzőnéni és az edzőnéni. Képzeld el, mielőtt nem ismertem anyádat, ha 1992-ben egy olyan kalandom volt. Olyan csodákat láttam. Szóval, hogy nyilván egyébként jó is, meg persze az ember örül szülőként, csak közben már ugye azt érzed, hogy valami elkezd eltűnni, nyilván nem tűnik el, az hosszú idő. Mi kamasz lesz, de hogy elkezdett érdeklődni a csajok iránt, és innentől kezdve már egy picit más fiú lesz ő. Igen, már van neme. Igen, mondod, neme lett, most hirtelen. Már ő kis fiú lett. Igen. Ez érdekes dolog. Na, levetítjük nekik este? Én biztos, hogy megmutatom nekik, mert hadd szocializálódjam. Jó, nincsen semmi ráhatás. Az, hogy fiam, kislányom... Nézzünk egy mesét. Mondd el, hogy mit láttál. Legyen csak ez a kérdés, hogy mondd el, hogy mit láttál, és jegyezzétek meg, hogy mit mond. És a kérdés csak a Petinek is, Anna, hát ha lesznek kérdések. Oké. Jó. Csak kíváncsiság volt. Mondd el, Karina, mondd el, hogy mit láttál. És írjuk föl, mit mondod. Jó. Én megpróbálkozom a BK-val is hát. Egy cilinder van a kocsimban, meg egy napszemüveg, az szíves. Mindig van nálad, mindig van egy cilinder. Na jó, jött néhány hozzászólás, jövünk mindjárt az SMS-ekkel, 7:30 pontosan, 6 perccel jövünk Ákos hírei után. Morning Show a Class FM-en. 7:45 lesz, pontosan 4 perc van, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hello, jönnek az SMS-ek, és egy svéd animációs filmről beszélgettünk, ami tulajdonképpen csak kiváltója a témánknak, ugye hát a svédek felháborodnak, inkább jól szórakozunk ezen. Megbeszéltük, hogy jó vagy nem jó ilyen animációs filmeket nézetni a gyerekkel. Tudományos kísérletnek vetettük alá a gyermekeinket, ma este mindenki megmutatja otthon. Az animációs kisfilm linkjét feltettük a Facebookra, úgyhogy meg tudjátok nézni. Hát elsődleges jelleggel férfi és női nemi szervek táncolnak benne cilinderben, kalapban. Van, aki szerint ez szörnyű és felháborító, van, aki szerint ez tök vicces. Igazából kicsit naturális a dolog, beszélgettünk róla, de hát azért komolyan nem háborodtunk föl, csak mindenki máshogy lát bizonyos dolgokat, de inkább a felvilágosításról beszéltünk, ez szerintem nem veri ki a biztosítékot egyikünk mi eset. Tehát ennél már utoljára láttunk szörnyűbb dolgokat, meg a gyerekeink is látták szörnyűbb dolgokat. Utoljára mondom el, hogy ez nem felvilágosító film. Tehát semmi köze hozzá. Nem történik semmi, mint énekel, táncol egy nuni, meg egy kuki, illetve több nuni kuki. Ez azt hivatott segíteni, hogy nyitottabb legyél a témakörben. Ne legyen tabu a szexről beszélni. Ennyi. Ja, tulajdonképpen ennyi. Nem világosít fel. Ez nem mutatja be az offszer használatot, nem mutatja, és mehetnék tovább, de nem megyek. De azért helyre tesz két kérdést. Hogy kín hát, van hogy a kuki, igen, és kín van egyik, az egyik hol kín, és a másik pedig igen, hol és kín. Érted? Tehát ilyen értelemben. Igen, elküldte nekünk egy hallgató, hogy miről énekel, mert hogy ő hallgatta, vagy meghallgatta, és tud svédül, és azt írja, hogy itt jön kuki és nuni, ezen keresztül pisilsz, kukinak nincs nadrágja, és nuni az öreg nénin is elegáns. Körülbelül ez a szöveg. Aha, de ha valaki el tudja nekünk ezt mondani telefonon, akkor szívesen meghallgatjuk. Nuni, szóval sokat nem tanul a gyerek belőle, ez Ági küldte nekünk, valószínűleg tud svédül, vagy Svédországban él. Itt jön kuki, itt jön nuni. Igen. És hogy a... Igen. A 8 éves kislányommal együtt nézzük a Szex és New Yorkot, ő kérdez, én meg válaszolok. Az egy erős kiképzés. Az egy erős kiképzés. De nagyon célravezető. Célravezető egyébként, én is tapasztalatból tudom, hogy megfelelő filmek, sorozatok nagyon jót tesznek. Igen. 8 éves a Szex és New York, ezt szerintem szülője válogatja, engem lányom le, nem biztos, hogy 8 évesen még Szex és New Yorkot nézzék vele, de nincs ezzel baj. Mindannyian máshol tartunk. Szerintem is. Ebben nincs egyetemes igazság, igen. Itt van egy hallgatónk, Zsolti Göteborgból. Hello Zsolti, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia. Na, te láttad ezt a kis animációs filmet? Igen, sikerült megnézem. De tök helyes, nem? Rajta. Egy kicsit mellentúl, de szerintem helyes. Tehát így a mikorosztálynak abszolút bejön. A mikorosztálynak igen. Vannak gyerekeid? Vannak. Mekkorák? 8 és 10 évesek. Ők, nekik megmutattad? Ők látták ezt maguktól. Itt az szokott lenni, hogy az iskolában itt be szokták mutatni a dolgokat, meg szokták beszélni a dolgokat, a világ nagy dolgait, és hasonlókat, és azt hiszem, hogy ezen is ők már túl vannak, ezt ők már látták. Ja, hogy bejött a tanárnén, és azt mondta, a gyerekek, hoztam egy animációs filmet, és levetítette nekik? Ezt konkrétan nem tudom, hogy ezen ők már túl vannak-e, de hétről hétre különböző dolgokat kibeszélnek, megnéznek ilyen hír értékű dolgokat, és kibeszélni. Tehát elég fontos szerintem számukra, hogy a képbe legyenek a gyerekek a világban. De ez nagyon fontos, ez jó, hogy lehet se róla beszélni. Te érted ennek a szövegét egyébként? Igen, nagyságrendileg igen. Szerintem jól lett fordítva, amiket mondtatok, tehát ez a ti és ki, ők így egy jó csapatot alkotnak. Egyébként egy jó csapat. Igen, tehát igen. Egy nagyon jó csapat. Abszolút. És tulajdonképpen erről énekelgetnek. Hogy és rajta kaptad már magad, hogy dúdolod? Egyébként igen. Gacillak után Barne Kullen dalát dúdolgatod? Ebben Barne Kullen a női? Ja, nem. A Snoppen az a kuki, a Snippen az meg a puci. Snoppen of Snippen, igen. Ez egy music videó. Snoppen of Snippen. És ez úgy is van, tehát itt a gyermeknek a nemi szervét jelzik ezzel. És a Snoppen a kuki? Igen. Na, Snoppen. Hát csak inkább, hogyha arra járnánk még egyszer egyedül. Akkor... Én inkább Snippen párti vagyok, de ahogy érzek. Gyerekek, ez nagy Snoppen. Ezt mondhatjuk. Jó, ez jó. Ez jó. Gyerekek, ez most nagy Snoppen. Ez simán lehet így mondani. Te mit csinálsz egyébként ott arra felé? Ott éltek, gondolom, nem? Göteborgban? Igen, én itt élek. Mit csináltok? Ugye együtt? Tehát én dolgozom, a párom dolgozik, a gyermekeknek iskolában jár. Amit csinált kérdés, az erre vonatkozik nyilván. Igen, még ennél az lett, hogy éppen kávézom. Hát nyilván arra gondolok, hogy igen, hogy mi a meló, miért mentetek oda, mióta vagytok ott. Nagy volt itt a Snoppen, és azért mentetek ki oda? Mert ott jobb a Snippen? Beleütköztem egy nagyon nagy Snoppenbe, igen. És Snippennal együtt idejöttem. Ez jó. És meg kell, hogy kínozzunk, hogy elmond, vagy nem akarod elmondani? Nem. Én most az építőiparban dolgozom, mint asztalos és festő. Egy cégnél, mint alkalmazott. Magánvállalkozásom és a másodállásban. Na, hát akkor beindult a svéd biznisz. Igen, és a gyerekek már ott születtek? Vagy velük együtt vettetek egy nagy levegőt, és kimentetek? Velük együtt vettünk egy nagy levegőt. A kicsi még nem volt 1 éves, a nagyobbik pedig már töltötte a 2-t. Jó. Hát, és most már jól beszélnek akkor, nem? Sőt, hát megtanulták a nyelvet, gondolom én. Hát jobban, mint én. Nekem jó, fontos szavakat tudod. A Snoppen, Snippen azért ragad rád valami, tehát nem mondhatjuk, hogy nem tanultál. Tanulgatod te is? Persze tanulom, nem a legcikibb az, amikor tudod, hazajön a gyermek az iskolából. Egy ilyen, mondjuk rá, hogy intővel, de itt egy lapra írják mindent, hogy a gyermek azt mondta az iskolában egy osztálytársának, hogy, és oda van írva egy szó, és odaírom a gyereket, mert én ezt nem tudom. Ez mi, fiam? Hát az már nem féladásban, hogy mit mondott a gyerek. Nagyon jó. Hozhattál meg olyat, hogy mi van ide, mit tudom én, flottyán, lólent flottyán. Valami ilyesmit, és akkor így elővettem a kölköt, hogy hát ez mi, és meg be is hivatott a tanárnő, hogy ilyen csúnyán nem beszélünk. Hát tavaly elnyerte az idősebbik fiam az iskola legrondább szájú tanulója nevet, hogy honnan szedi, azt viszont csak az iskolára tudok megint csak mutogatni, hogy mi azért nem beszélünk otthon így, mert nem is ismerjük ezeket a szavakat. Nagyon helyes. Mondjuk azért megnéznélek téged egy szülőértekezleten, ahogy így a svéd Hasselhoffen így leül eléd, és akkor így elkezdi mondani, hogy mi a baj a gyereket, hogy nagyon bólogatsz, és nagyon mondod, hogy azt kell mondani, hogy elnézést tettem, így nem értettem. Mondjuk az már egy kicsit tanárnéni is belevörösödős, amikor elmagyarázza, hogy tulajdonképpen ez a szloppen, amikor már merev állapotban van, akkor ezt így hívjuk. Ja, értem. Igen. De ha jó fej vagy, el is magyaráztatod vele, akkor is, ha érted. Hát, meg mondom is, hogy meg is kéne mutatni, mert nem értem még mindig. Hogy tetszik mondani? Haj, szeretek ott élni egyébként? Megszoktátok, hogy jó? Hát figyelj, az azért hiányzik, amikor egy nyáron egy szál pólóba, egy szál rövidgatjába kimész, és akkor egy jó idő van. Hát egy csütörtök délután csak jut nektek. Hány fok van ott nyáron Göteborgban, mondjuk egy júliusi estén? Hány fokot mértek? Figyelj, most piszok jó volt az utolsó nyár, 29 fok. Wow, ez itt ilyen nincs egyébként, itt ilyen nincs. Ilyen 20 fokok, 21-2-3, és ha fürödni szeretnél a tengerbe, akkor neked is egy ilyen kicsi snoppened lesz, mert most nem Sok magyar van kint? Egyébként rajtatok kívül? Tehát van egy ilyen magyar közösség, akivel itt tartjátok a kapcsolatot, összejártok, átjártok egymáshoz, főztök egymásnak, a gyerekek játszanak egymással. Van ilyen? Vagy csak ti vagytok? Nem, van ilyen. Itt a városban is van ilyen, és van egy ilyen társaság, ami egész Svédországban ilyen fiatalokkal indult, ugye, de ez meg a 80-asokban, most már ők idősebbek, de körülbelül ez a 30-es, 40-es korosztály, és évente 4-5 alkalommal összejárunk Dél-Svédországba, Közép-Svédországba, egy ilyen nagyobb házat kibérelünk, megtöltjük, és akkor ott iszonyatosan bulizunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, de szerintem meg lehet találni a magyarokat itt is. De jó. Ők is keresnek téged, úgyhogy ennyiben jó. Na jó. Jól van, köszönjük szépen, hogy elmondtad, aztán kitartás a gyermekneveléshez, van akkor esemény bőven, azért igen, 3 gyerekkel. Zsolti, köszi, vigyázzatok magatokra, jó munkát! Ti is, minden jót nektek! Köszi! Hello. Ciao, hello. Smörgás Margarit. Igen. Na, gyorsan még egy-két SMS. 5 éves kisfiamnak óvodában Mikulás ünnepségben a legnagyobb élmény a krampuszok cicie okozta. A krampuszok kamaszlányok voltak. Kriszti küldte ezt nekünk. Tiltakozom, a magyar tévében is látok egy csomó éneklő fütyit. Írja valaki. Igen, az én lányomat néztétek a teremben, kötére mászott, nincs bugyi. Igen, ez még a torna edzésem volt, igen. Sziasztok, az én 6 éves kisfiam kivágta egy napilapból a cicis csajokat, majd eldugta az ágya mögé, és ráfogta a sógoromra. 6 évesen kivágja a cicis képeket. Mi lesz ott 1-2 év múlva? Annál nagyon kemény. Igen. Kipróbáltam a napszemüveget, jól áll rajta. Indüljék vagytok, a Ferinek van igaza, írja egy hallgató. Igen. Akkor van baj, ha gyerek megnézi ezt a mesét, majd az óviban elkezd meseszereplőket rajzolni. Az mondjuk tényleg elég meleg. Kisfiam, mit rajzoltál? Házikót, és te fenyőfát, és ne snoppent. És egy óriási napszemüvegbe egy iszonyatos bré. Igen, vagy visszakérdezés, hogy szerinted. Nem ismered, hogy kicsi. Igen. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Nézzük meg akkor ezt ma este. Jó? Csak úgy kíváncsiságból egyébként. Szülői kíváncsiságból. Játszunk már is valakivel, méghozzá Ovenba. De nagy bajba kavartam magam. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Ki vagy? Henny vagyok, Veszprémből. Hello, Henny, Veszprémből. Mit csinálsz, Henny? Éppen dolgozom itt velem együtt, még sokakkal. Mit? Dolgozom. Oké. Ez már nem megy nekünk. Gyárban. Mi kérdezünk rosszul? Zsolt sem nagyon értettem. És mit dolgozol? Ilyen műanyag alkatrészeket sorjázunk, illetve utómunkázunk. Hát van itt minden, mint a busiba. Az jó, az biztató hangzik. Van, aki segít, vagy egyedül vagy? Vagyunk itt többen. Egy fiú és még 6 lány mellettem. Milyen jó dolga lehet annak a srácnak. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó. Hát ez valami sugárfejlesztő a lézerkarthoz. Nem lesz jó vége a dolognak, azt érzem. Szörnyű hangja van. Igen, figyelj, jön egy rövid énekrészlet, figyelj! Dúdolják. Ez biztos nem. Ez biztos nem. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Húha. Soha. Tanástalan alszok. Az biztos, megértem. Soha nem találjátok. Kérhetünk egy hosszabb részletet, hogyha lehet. Hogyne. Persze, mutatunk, figyeljetek. Húha, fogalmat. Szerintem az elmúlt év legnehezebb Bóben bácsia. Komolyan. Kérjük, ezt küldjetek. Hát fogalmunk sincs senkinek. Lenny Kravitzet mondják itt. Nem. Mutatjuk még egyszer, jó? Figyeljetek, ez egy nagyon hosszú részlet lesz, jó? Szinte bármennyi. Jó, oké. Az, amire én is gondoltam. Jó, ha nem találjátok. A büdös életben nem találjátok ki. Szegény. Ez nagyon nehéz, igen. Ezzel ma nem volt szerencsétek. Igen, írják ki többen, egyébként hallgatóink tudják, nyilván azért, mert kedvelik ezt a zenekart, idősebb korosztály. Ez az eredeti, hallgass meg, figyelj! Persze, marha jó, csak... Igen. Hát egy jó Pink Floyd. Cseri is nagyon szeretem a molackás. Henny, hát ezzel nem volt szerencsé. Már próbálkozunk meg. Jó, valamikor hát, ha összefutunk még így, jó, és akkor egy könnyebbet kaptok. Köszi, ciao. Sziasztok! Hello. Igen, nagyon sokan küldik. Pink Floyd, igen. Van, aki csak annyit írt, Money, íve. Jó, egyébként a megoldás. A megoldás, ez kiváló. 5 perc, pontosan 8 óra, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Itt a Class FM-en. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Érzitek? Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Érzitek? Mit? Közelebb van a hétvége. Már most, 8 után vagyunk, srácok. 8 után vagyunk. Ilyenkor már teljesen most kicserélődne minden, mint hogy több oxigén lenne a levegőben, mint hogyha mosolygosabbak lennénk, mint hogyha kint jobban sütne a nap, sehogy se süt. Ne húzd ki egy ufát azért erre, sokan felszízezett. Szerda reggel 8 órakor közel van a hétvége, most azért 1 millió emberi. Nekünk igen? Hát azért erre mégis most kezdenek, tudod, még előttük van 8 órás munkanap, tudod, szerda reggel. Nekünk már igen? Elméletileg már igen egyébként. Közelebb van. Minden papnak maga felé. Na mi van még a... Schrossen-Floffennel itt őlitek egymást Annával? Nem érti meg, tehát nem vita alap. A Mikulás... Hogy tudok, a Mikulás, hogy jön ez ide? Ő mondta, hogy a Mikulásról lántsuk le a leplet. És mondtam, hogy nem rántunk le semmit. Ez se ránt le semmit. És azóta ezen a Schmossen-Flossen nem vitatkoztak? Igen, és mondtam neki, hogy holnap reggel nem kell, hogy kávéval várjon. Összevesztetek ezen? Véglegesen. Hát meg is tudom érteni, komoly. Ugye? Nagyon komoly. De ma tudományos kísérlet van, leadjuk ezt egy kis mesét a gyerekeknek. Igen. Veszem videóval közben a gyerekeket. Igen? Aha, megmutatom, hogy mi a reakció. Jó. Vegyed. Aha. Csak az a baj, hogy majd behozod ezt az SVS kazettát, és nem fogjuk tudni lejátszani. Az a baj, igen. Milyen szuper 8-as. Ja, mondjuk az is így. Előhívom még este. Hol van annyi magnézia, hogy bevilágítsátok az egész lakon. Kőbányán a Harmat utcában a Nyitra utca előtt mérik a dombról lejövőket. Kaptuk SMS-ben, valamint az Erzsébet fasorról lassan lehet haladni a Szél-Kálmán tér felé. Nejem szerint, ha éjjel fagy, akkor hideg van. Ezt István küldte nekünk. A 354-es főúton a Bocskai kerti elkerülőn piros Ford Fiestából mérik a Nyíregyháza felől érkezőket. Ezt GS küldte nekünk. Valamint az egyes úton Neszménél kamion az erdőben ment, és most kezdődik, ezt a profi küldte. Köszönjük szépen! És van még egy friss, a budai alsó rakpart egy kicsit lassabban halad a szokásosnál, mert hogy ott még mindig csinálják a Margit hidat, és ott nem lehet lemenni, és emiatt ott is elég nagy a dugó. Mi a helyzet a Szél-Kálmán térre? Valaki küldje el nekünk. Dugó, nem, nincs dugó, sok autó van, kevés autó van, szépül már a tér. Kész van esetleg. Mi történik? Aha, hát, majd január. 2016. Vége felé majd belekezdenek még jobban, aztán február elején még jobban, és aztán majd valamikor, majd a távoli jövő. Aztán van pontos kivitelezési terv, hogy az uniós pénzek miatt ezt ugye vigyázni kell, be kell fejezni egy adott időre. Honlapján meg lehet nézni. Terv van fönt? Hogyne volna. Ütemezési. Látvány. Nem tudok olyat kérdezni, amire le tudnának válaszolni. Hát de tudok. Tudok, és szerintem sok utas is tud. Például te is kérdeztél reggel egyet, de az inkább az utasoknak. Na, mindegy, nem érdekes. Na de mi a recept? Ja, még annyira nincs hétvég. Igen. Semmi nem tudja úgy elrontani a pénteket, amikor kiderül, hogy még csak szerda van, ide egy hallgató. Egyébként ez egy jó felvetés. Jaj, gyerekek, csak egy röpke kérdés erejéig hagybombázzalak benneteket. Parancsolj! Kocsányos tölgy? Nem, valami sokkal jobb. Has kapcsolódik egyébként hozzám. Csak elgondolkoztam, mindig elolvasok egy cikket, és elgondolkozom. És nem kellett tovább olvasnom a cikket a bevezetőnél, de lehet, hogy tovább kellett volna, mert akkor nem lennék ennyire tudatlan. Na, de hát azért meg tudja tudni. Olvast fel. A cím. Január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Nagyon helyes. Tudtuk, hogy valami természettudományos probléma lehet megint. Nem akarok madártani intézetet, nem akarok évmadarát. Én csak ezt bedobtam, hogy én, aki tényleg nagyon városi vagyok. Ki a büdös francot érdekel, hogy hány vércse? Az tényleg nem. A kivitelezés sokkal jobban. Aha. Tehát Feri, te mondd meg nekem, aki azért tényleg rettenetesen vidéki vagy, hogy... Aha. Várom nagyon. hogy a büdös életbe számolnak szabadban élő madarakat? Ez most komoly a kérdés. Tehát jönnek az ornitológusok, egymásba kapaszkodnak, mint amikor ti egy szombat hajnalon mentek hazafelé, aha, vagy mi megyünk hazafelé, élő láncot alkotnak, és elkezdek, ott van egy, elrepül, kirepül, nem sikerül. Igen, és akkor megvan egy, nem és kell mégis kapni. Sétálnak a börzsönyön? Persze, láncban. Hogy számolnak madarakat? Ezt mondjátok meg nekem, de tényleg. Úgy, hogy megfújják a sólyomhívó sípot. Oda gyűlik az összes sólyom, sorba állítják őket, megszámolják, és szabadon eresztik. Nagy tanácskozásra hívják össze az erdő vadjait. Tehát nem olvastál meséket? Na, de most komolyan tényleg. Hát a ragadozó madarak... Igen, érdekel a tudományos válasz, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat. Tessék, ez a tétel, ebből felelsz. Nagyon érdekes maga a felvetés, igen? Tanár úr, ugyanis ugye a hazánkban telelő ragadozó madarakról van szó, nem az állandóan itt tartózkodó. Így van, eddig ötös, most kezdjen a tételről beszélni. Ugye északon hideg van, ezért fáznak nagyon a ragadozó madarak, ide települnek hazánkban. Aki egyébként nyáron itt lakik, a kerecsen sólyom például, és folytathatnánk, arra ugye tudod, hogy azok hol laknak, mert hogy ez nem egy költöző madár, ez csinál egy fészket, és beleül, és ott van. Tehát azoknak a száma megvan, akik állandóan itt laknak. Az összes olyan, aki albérletet vesz ki télen, az az ide költöző. Tessék. Hát Ferenc, ne haragudjon. Jöjjön vissza februárban. Van 2 perc, hogy a tételről elkezdjen valójában beszélni. Ez nagyon szép volt, eddig nincs olyan kettes. Tényleg, hogy számolnak madarat? Élő lánccal? Kimegy Józsi, kimegy a másik oldalon Norbi, meg jön Ádám, és elkezdenek egy háromszöget körbe sétálni? Befogják, meggyűrűzik, lemérik, eleresztik. Rádiódot raknak rá. Nem, szerintem itt nincs gyűrűzés, meg befogás. Itt számolás van. Itt számolás van. Hogy számolják meg ezeket a madarakat? Egy, arról el. Várjál. Oké, de ez körbe ment, akkor az már ugyanaz, az kétszer jön. Ez körbe, ez nem az ott. Hagyd, engedd el, az verébor. Azért behúzom, hát inkább legyen egyre több, mint kevesebb. Hogy számolják őket? Hát csak felismeri, csak látja, a szakember csak lát különbséget két madár között. Na de honnan tudja, hogy azt már egyszer megszámolta? Lefotózza. Megnézi. A fehér cápának is vannak azonosító jegyei, általában nincs két ugyanolyan. Tudod, akik számolják, az lefotózza, és akkor tudja, hogy ennek a, mit tudom én, a szeménél ilyen folt van. Lehet, hogy a kerecsensólyom is ilyen. Vagy a rétisas. Mi van? A rétisas az lehet, hogy egész éve itt van, csak így mondom. Most azt a gyönyörű rendszert, amit fölépítettem, egy fél mondatot tönkreteszem. Most te ott dolgozol a Madártani Intézetnél, vagy a Természetvédelmi Egyesületnél, és téged kiküldenek ragadozó madarat számolni, akkor te az, ami elrepül a fejed fel, azt nem ismered meg, csak ha a kezedben van. Aha. És ha ugyanaz repül először, akkor 5-öt behúzol, 1-et behúzol, röptében megmondod, hogy ez ugyanaz a madár, mint amit fél nappal ezelőtt láttál. Aha. Vagy lelövöd, és akkor ja, nem, ez nem jó. Igen. Na hogy van? Mondjatok valamit. Hát nem gyorsan és hatékonyan, mert akkor nem telnének ki a 8 óra. Radar? Madárradar van? Halradar van? Van madárradar is. Na, a börzsönyt beradarozod, és akkor egyből meglátod, hogy hány madár. Azt írja, hogy tavaly 563 rétisast számoltak, 220 parlagisast, 3 szirtisast és 7 feketesast. Aha. Biztos az 563? Nem volt még egy a bük aljában? Nem, az van, hogy egyébként ez különböző tájegységeken jelenik meg csak. És vannak mondjuk ilyen, mit tudom én, etetőhelyek, meg vannak bizonyos, mit tudom én, másik madarak, amik... De honnan tudod, hogy a 483. az nem olyan, mint a 280. Hát Na, ez az, amire én azt gondolom. Na, most az, hogy vannak élőhelyek, persze, élhethelyen ez, élhethelyen az, itt eszik, itt iszik, ezek tudom, mert ezeket mindenki itt tud következni. De honnan tudod, hogy a 26. az nem a 280. A halántéka, mert húzza a ballábát. Hát van fiatal sas, öreg sas. Azt ők meg tudják állapítani. A farktól, a hosszúságából. Hülyék vagyunk madárból. Ma gyerekek, madárból is nagyon hülyék vagyunk. Tehát fából már kiderült, hogy hülyék vagyunk, madárból is. Ott van, nem, mondta, jó, a farktól például, az egy egyedi azonosító jel a madaraknál. És honnan tudod, hogy nincs meg 10? Mi? Már nem a számát mondtam, hanem a hosszát. Honnan tudod, hogy hiányzik 10? Honnan tudod, hogy az összes megvan? Tehát én számolok, kimegyek és megszámok 4 galamot. Megszámoltam az összeset, nem tudom, mert nem tudom, mennyi van összesen. Tehát honnan tudom, hogy megvannak a sasok, mehetünk, mennyi? 563, az megvan, menjünk haza. Honnan tudod? Lehet, hogy az 600 egyébként, de 563-at számoltak. De akkor mi értelme van megszámolni, ha nem tudják biztosan? Mert ez nem ez egy napos projekt, hogy kimegy, és akkor ma nem láttam, akkor nincs. De az összes sas meg. De nem arra gondolok. Amint én nem találkozom veled hétvégén, az nem azt jelenti, hogy meghaltál. De nem erre gondolok. Nem futottunk össze. Valaki leírta, hogy 563 rétisas. Igen. Tehát az egy exakt szám, hogy 563. Itt valaki abba hagyta a figyelést, vagy nem jött több. Nem vagy jöttem. Az első jött újra, és azt mondja, ez már megvolt, ne írd bele, ne számolj, menjünk haza, megvan. Ugye, hogy nincs rá válasz? Hát valószínűleg felosztották. Hortobágy egy ember, Zalamegye egy ember, Délalföld egy ember, Észak-Magyarország egy ember. És saját régióját összeszámolta, beküldték az adatot, összeadták, annyi van. Nem? Ez sem logikus. Hát de ez se jön ki. Hát nem egy ember számolja az egészet. Nyilván van számláló bizottság. Ez mi este találkozunk. Mi este találkozunk. Mennyit láttál? Mennyit láttál, Józsi? 426-ot. Mennyit láttál? 200-at. És ha két halmazból átjárás van, akkor ugyanazt a madarat x-eltűbbe is számoltuk? De ez se jó. Átjárnak a madarak? Nem van egy territóriumuk, mint én, egy 3 kilométeres kör. Hát én azt gondolom, hogy ez és van egy megye határ, mint a megye matrica. Egy területhez köthetőek, tudják azt nyilván, hogy hol van a fészkük. Ezeknek a madaraknak, na. Tehát hogy ők nem kolvászolnak, csak nem ugranak át így, hogy hívják egyik megyéből a másikba, meg hogy, és aztán 2 nap múlva visszajönnek, azok állandóan ott tartózkodnak egy bizonyos területen belül. Igen, na. És Richelieu írja, erre vonatkozik, hogy nyilván vannak számlálóbiztosok, akik felkeresik. Hát hiszen tudják, hogy itt lakik, jó napot kell. Önök hányan vannak? Pillanat, megszámolom, 4-en vagyunk, kérfék, 6-an vagyunk, köszönöm szépen, már nem is zavarok. Itt 6-an vannak, és megy tovább a számlálóbiztos. Igen. Az, hogy tudom, hogy van egy terület, ahol ő röpköd. Az honnan tudom, hogy azt egy valaki megszámolja? De honnan tudod, hogy a madár ott van, nincs ott, nem repült át máshova, mert éppen nem számolod? Leül az ajtó elé, és megvárja, amíg hazajönnek. Hát, este csak egész nap. Este csak hazajön az a szerencsétlen madár. Tehát a kérdező biztosok és a számláló biztosok letelepednek a fészek mellé, és várnak. Igen, szerintem most szerintem nem mondtál butaságot, ez valószínűleg így történhet. Tehát nem, ők is mozognak, folyamatos mozgásban vannak, és távcsöveznek. Nem, szerintem ott a fészek környéke valahol ők letelepednek, oda visznek valamit, ami le lehet ülni, és száraz, és talán meleg is. És akkor tudod, hogy az 563 madárnak helyileg hol van az 563 fészke? Szerintem ezt tudniuk kell. Igen, de lehet, hogy ezek házasok 563-an, tehát akkor már mindjárt ugye feleződik, plusz 1-2 önálló pár. Azért ezek nem ilyen rajokba repülnek meg, hogy hívják, ezek hatalmas. De mikor van vége a számolásnak? Amikor... Honnan tudod, hogy most kiküldelek ide, hogy Feri, számold meg a kerületbe az összes galambot, soha nem jössz vissza. Hát mikor jössz vissza, hogy te végeztél? Azt honnan tudod, hogy mikor végeztél, érted? Hát galambból több van, mint rétisasból. De most akkor számold meg a szajkókat, számold meg a 9. kerületben a szajkókat. Matatnál vele egy ideig. Hát ellennék, nem mondom el, mondjuk, hogy hol keresed, ugye az rögtön ott nekem baj. De ezek az emberek, akik számolják, ők a vidékben élnek, érted? Azt hírem, magyar... lelövöldözik őket, sorba rakják meg. 563 főnök. Kéne még töltény. Mondjad, mit kezdtél el? Hát, hogy ők a vidékben élnek, tehát ez tudja, hogy tehát azt akarod mondani, hogy értenek hozzá. Igen, hogy amikor kimegy finoman visszadobtad a labdát, hogy értenek hozzá. Kimegy a Hortobágyra, akkor tudja, hogy az a nagy tölgyfán, az öreg tölgyfán a tó mellett lakik 2, érted? Oda megy, megnézi a fészket, itthon vannak jó. És eljátsza, nem megörülök, oda teszi a homlokához a kezét. Te most tényleg fölnéztél a fészekre. Fölnézel a fészekre, beárnyékolod a szelet. Fölnéz a fészekre. A nap van, ne süssön bele, érted? 2, beírtam 2, köszönöm, sasok, viszlát. Igen. Mész a következő. Hát ért hozzá, most őszintén. Kimész, hogy itt a mezőre, a falunak szélére, és azt látod, hogy ott legelészik 30 darab tehén. Tudsz köztük különbséget tenni így elsőre? Bocsánat, azért 563 repkedő, helyet változtató rétisas és 30 darab tehén között azért egy kicsit nagyobb a különbség. Legalábbis én azt érzem, egyrészt madár repül, messze van, nem látod, a tehén áll, nem megy sehova és utoléred. Csak szerettem volna egy kisebb problémát felvetni, amivel szintén nem tudnál megbirkózni. Na, engedd is el. Viszont az, aki ott lakik abban a faluban, kimegy, és megmondja, hogy ez ezé, ez azé, ez a 19-ben, ez a Marikáé, ez meg itt a Terié. És simán megmondja. Na, a madarász. Mert minden nap találkozik. Így van. Uh-huh. Mire megy Asas? Mit teszik Asas? Dögöt teszik, vagy élő állatot kap el? Szerintem is. Is? Is. Mert az ugye az jó, hogy a élelemmel csalogatod, és akkor az odajövő sasokat összeszámolod. Laikus. Meglehetősen laikus. És hogy közel legyen, elkezdesz egy félnyulat lengetni a fejed körül, és oda jönnek a rétisasok. Nagyon jó, mert az ráadásul... Most már elvárosiasottál, azért is te is erős. Fölemeled a sast, és futsz vele, vagy a ízét, a nyulat, és futsz vele a mezőn, mert akkor le is csap rá. Maximum a villám csap beléd, igen. Fussá, Feri, fussá, számold a sasokat. Nézd a hülyét, ott futodat. Elküldenének számolni, ők meg szépen megszámolnák. Hát én láttam tegnap, hogy tegnap előtt egy természetfilmet, például, mit tudom én, ilyen kamu technős békákba rejtettek kamerát. Kimegy a madarász, hatalmas nyúlnak költözve a mezőre, ott rohangál föl alá, érted, rácsapnak hárman. Tehát, hogy időről, érted, oda repül majd egy rétis, és megpróbálkozik vele, hogy felkapja a 90 kilós madarászt, nyúlnak költözve, nem sikerül neki, de meg tudja számolni. Nem győztetek meg, srácok. Ezzel abszolút nem győztetek meg. De miért van az, hogy te felvetsz egy kérdést csak azért, hogy bebizonyíts, hogy mi vagyunk a hülyék? Hát ez a műsor, ez így van kitalálva. Én kérdezek, ti nem tudtok. Én kérdezek, és aztán bebizonyosodik, hogy nem tudtok válaszolni. A kutyafáját egyes, gyerekek. Ez sajnos egyes. Meddig figyelnél például egy fészket? Én nagyon szívesen kimennék madarat figyelni. Én megnézném, hogy ez valójában tényleg hogy zajlik. Engem minden érdekel, amit én nem tudok. Tehát én elmennék madarat számolni valakivel, aki elmondja, ez itt fészkel, ennyi tojást rak, itt lakik, ide költözik. Na, én csak addig szeretnék élni, szép hosszú életem lenne, amikor te majd kimész majd madarásztól. Egy lényeg, el lehet venni kocsival a fészekarát. Gyerekek, ha kocsival meg lehet állni, ott vagyok. Ha 600 méternél többet nem kell sétálni, nagyon szívesen megyek. Komolyan nagyon szívesen kimennék csak. Csak. Be lehet-e menni, igen. A tájvédelmi körzet autóval. Madarászúra, itt van a lista. Nézze csak meg. Parancsoljon. Itt van a csak. Van-e oda földút, betonút? Ha megy a kocsi, akkor megyek én is. De mit kezdtél mondani? Na, nem is tudod, mit kezdtél. Ja, dehogy nem, hogy ugye... Te paraszt. Te buta paraszt. Elkapartak ki hozni belőle. Mit akartak ezzel? Azt se tudod, hogy mire vagy kíváncsi. Te buta paraszt. Hát én kérdezek erre, te se tudod, mit akarsz kérdezni. Hát hogy akarsz így felelni madártamból? Hogy felvetődik bennünk buta parasztokban a kérdés, hogy meddig figyelsz egy fészket. Honnan tudjam, én csak egy buta poli vagyok, Feri. Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy számolják a madarakat, se tudtok válaszolni. Komolyan nem is értem, miért ülök. Mert hogy mi van a fészek elhagyókkal? Tehát jó a kérdés, fészket, ez már tetszik. Találsz egy fészket, amiben igen? Azt gondolod, hogy a parlagisas lakik. Visszajön. Igen. És ott ülsz alatta. Ha mondjuk egy hétig nem jön a parlagisas, akkor elment rokont látogatni, külföldön van, stb. Vagy nem lakik már ott. Hát, vagy, hát igen, vagy elpusztult szegény. Igen. Tehát aki figyeli a fészket, az tudja, hogy mikor jön vissza. Hát ott ismerni kell a rendszerességét a sasnak. Nem nagyon egyszerű egyébként, hogy annak a sasnak a neve mellé beraknak egy kérdőjelet. Na de akkor hova teszed? 563-ba? 563. Ja. Mindig a mondat mögé? A kérdőjelet mindig a mondat mögé teszi. Az olyan fura. Gyerekek, engem ebben az érdekel, hogy tulajdonképpen ez is itt történik körülöttünk, és az ember mégis mennyi minden nem tud a világról, ami körülötte zajlik. Tehát ez 50 kilométerre tőled zajlik, 100 kilométerre, és hogy mennyi minden van, amit még nem tudunk. Nem, ez az egész arról szól, hogy te minden egyes nap, minden adásban szíszifuszi erőfeszítéseket teszel, hogy bebizonyítsd, hogy mi nagyon hülyék vagyunk. De te legalább bevallod. Gyerekek, én azért vagyok itt, mert van egyfajta nyitottságom a világra. Kérdezek. Sajnos két olyan ember ülök itt, akik semmilyen kérdésem nem tudnak. Nem, a kérdésem nem tudjuk a választ. A te kérdésének a 90%-a az az, hogy és ez kit érdekel. De nem, komolyan mondom. Kocsányos tölt, kit érdekel. Na hát a kocsányos tölt, dögunalom. Fostos bugybóka, kit érdekel. De hogy ezeket a madarakat vannak emberek, akik megszámolják, ez számomra szimpatikus, ez nekem tetszik. Tehát, hogy van egy hivatás, hogy te madárszámoló vagy a Madártani Egyesületnél, és kimész, és valójában tényleg tudod, hogy hány madár röpköd a fejed fölött, ez szerintem nagyon érdekes. És amikor eljön az idő, és egy ilyen madárszámláló kimegy, és egy bizonyos fajta madárból nem talál egyet se, igen, akkor azt mondja, hogy kihalt? Na. Holott még lehet, hogy megbújva a vértesben van egy pár. Jaj, ne okoskodjál már, most próbálsz meg itt érted. Hát mi? Az vagy, ami Feri, nyugodjál bele. Bunkó, az nem gond, csak eszembe jutott. Feri, ez már nem kettes, ez már nem görbül, sajnos. Hogy van, én meg a vidéki bunkótál, meg a proli bunkó. Buta paraszt vagy én meg a buta proli. Most rám haragudtok, hogy kérdezek valamit, amire nem tudjátok a választ. Tessék olvasni, és tessék ezeknek a kérdéseknek utána. Én ahhoz is hülye vagyok, hogy haragudjak rá. Hát most mit csináljak, ha ti átsiklotok az ilyen hírek felett, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat, és ezen fél óráig melózom agyban, hogy hogy a francba számolják ezeket a madarakat. Nyitott vagyok a világra, vannak még kérdéseim, ezeket felteszem. Hát ha ti nem tudjátok megválaszolni, most ne rajtam éljétek ki a frusztrációtokat. Ja, ráadásul még ez is. Tehát mi vagyunk a betegek. Jó. Tehát most komolyan mondom, nem értem. Egyre dühösebb. Egyre dühösebbek vagytok, holott én csak egy nyitott műsorvezető vagyok, aki mer kérdezni. Hát most komolyan, engem ez tényleg érdekel. Ja, ráadásul ösztön emberek is. Igen, mert hogy mi azt se értjük a te nyitottságodat a világra. Érted már bennünket, az is megdöbbent. Szerettük volna a Madártani Intézettől felhívni a mi drága Zolinkat, Orbán Zolinkat, de nem elérhető sajnos. Megértem, hogy azért hogy némi értelmességet is csempészünk ebbe a megszólalásba, és kicsit költői kérdésünkre választ is kapjunk, de Zoli nem elérhető. Aha, de miattunk kapcsolta ki a telefonját. Azért, mert nem akar fegyülni vele. Ezzel a két hülyével, aki mi vagyunk. Igen, hát ott van a Balázs, tényleg jókat kérdez. Na de hát az a másik. Érzem a nyitottságot, az őszinte kíváncsiságot, az érdeklődést a világ izgalmas dolgai iránt. Ott van az a másik kettő. Hát, Ákos, te számoltál már madarat? Nem, hülye vagy. De tudod, hogy számolják? Ez nem tök érdekes dolog. Tehát, hogy ránéznek, hogy ez egy olyan 100 000 darab. De okos vagy. Köszönöm, hogy bejöttél a megszólásra. Most már négyen vagyunk nagyon okosak. Egyébként az Orbán Zoli miután átutalták azt a pár százmilliót a számlámra, ugye a Forsos Bugybóka promotálása után, mondták, hogy akkor most a madár témából egy picit kimaradnának. Elfogytak az EU-s pénzek, most nem tudod miből. Nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy nem tizen állnak ott a Tataitó körül, és akkor egyesével. Hát, na, hogy? De hát, most hogy? Marha bölcset mondtam, mert lehet, hogy 10-nél többen, 10-nél kevesebben, az tényleg nincs az esély, pont 10 legyen. Szerintem tök érdekes. De tényleg tök érdekes. És más állatokat is számolnak? Tehát van, aki megszámolja a gilisztákat, van, aki megszámolja, de minden állatot megszámolnak? Mindenről tudni akarjuk, hogy mennyien vannak? Hát a hazai elefánt számolóknak mindesetre kevés munkája van. Szerintem neki tök menő melója van. Józsi, mennyi számolunk az elefántokkal? Jó! Budapest, Veszprém. Most, hogy a gilisztákat is belekeverted, szerintem nem. Nincsen minden állatra számláló. Tehát nem számolnak meg minden állatot? Nem. Szerintem csak a védetteket, a veszélyeztetetteket, amikből kevés van, meg ami meglepő, hogy itt van. Gyerekek, van egy madárszámlálónk. De már nem úgy értem, hogy van, nyomkodom, és egy-kettő, amit te akarjál. Digitális vagy analóg? Mint a stewardessek, amit nyomkodnak. Mit mondtál? Ne akarja bennünket megvezetni. Nem, tényleg van valaki jelentkezett, aki madárszámláló. Hogy most ez kiegészítő foglalkozás, vagy ez van a névjegykártyán, hogy madárszámláló, nem tudom. Soma itt van velünk, haló, jó reggel! Sziasztok! Elég rosszul hallak téged, mert vonaton vagyok, mindjárt szállok. Persze, madarat számlálsz vonatról. Így van, vonatról üdvözöl egy rét is. Örülök, hogy bejelentkeztél, legalább tényleg valami értelme van ennek a megszólalásnak, hogy mi humorizálunk, hülyülünk, meg szívjuk egymás vérét, de közben valójában tényleg kiderül, hogy hogy számolják a madarakat. A túlzási madárszámláló vagyok, én Felsőböd alatt, és van egy társaság nálunk, akiknek ki van osztva az országos szinten, ilyen kb. 2,5 x 2,5 kilométerekre van osztva az ország, és ezeket ki vannak rendelve emberek, akik határozott időben, egy bizonyos napon, bizonyos órán belül bejárják körbe ezt a 2,5 x 2,5 kilométeres négyzetet, és ott felírják, hogy milyen madarat látnak, hány darabot, ez persze pontosan, illetve van egy olyan kis adatlapjuk, amin bejelölik, hogy északi tájolás szerint körülbelül a megfigyelési ponttól, ez a négyzeten belül vannak megfigyelési pontok, hány méteren belül vagy kívül láttak hány darab milyen típusú madarat. És persze ez bekerül a végén egy közös adatbázisba, és ott összesítik. Soha nem lesz ez pontos, talán egyértelmű, de minden madár valahol van. És akkor neked be kell jelölnöd azt például, hogy merre repült ki a te négyzetedből a madár? És felhívod a Józsit, Józsi, átment hozzád, ezt már megszámoltam. A megye határnál átkiabálsz, hogy át már nem megyek, mert matrica van, de ez a tiéd, Józsi, kapd el! A törött szárnyú. Én elmondhatom, hogy mivel amatőr vagyok, hogy azért általában bejárjuk egy 4-5 óra alatt. Itt az első pár órában sokkal fontosabbak az információk, mert ugye január első napjában vagyunk, elég hideg van, és így kell vinni valami védőitalt is. De igen, ez úgy van, hogy nagyon fontos, hogy a megfigyelési ponthoz képest 50-100 méteren belül van ez a madár, vagy kívül. Milyen irányban, meg gondolom ezeknek a négyzeteknek az átfedéséből azért már tapasztalat szerint van valami, gondolom, program, ami kiértékeli, hogy azért lehetőleg ne legyen duplikálva két ilyen területen ugyanaz a madár, vagy legalábbis kis százalékba fogja átfedni ezeket. Értem, ez a legjobb meló. Bemész, látsz, amit repülni, beírsz egy számot, hazamész. Hát ez... Megdobok közben egy feles, de egyébként szünetmentesen... és közben kicsit lerészegettek. Na, isztok is! Egyébként szünetmentes áramforrásokat foglalkozok, úgyhogy most lehet, hogy valaki megszáfolja ezeket a híreket, de itt Felsőgödön határában mi így csináljuk évente, kétszer májusban meg... Még ha nem ismered fel a madarat, látod, hogy repül, de nem tudod milyen madár, akkor odaraksz egy repülő madarat, lerajzolod és egy kérdőjelet rajzolsz mellé, vagy mit csináltok akkor? Nem, erre jó esély van, mert én nagyon nem jöttek a madarakhoz, távcső, és van azért köztünk olyan ember, aki tényleg a madártan intézett, nekem ezerével csinálja, ért hozzá. Én néha meglepődök, hogy hang és nagyon távoli kis repülésfajtából, a szájncsapkodásból, mindenből megmondják rögtön. Na de ő nincs ott melletted, hát amikor rajzolik el egyedül, vagy nem? Vagy ott van melletted? Nem. Hát mivel ez szabok, ez évente egyszer-kétszer van, ilyenkor 6-8-an összejövünk, és mondjuk az egy kicsit nehezebb, mikor egy rajzfelsztár és ilyen 100 darab madár körül van, szóval azt satszolni lehet csak. Tehát azt megmondani... Rajzol, Józsi, rajzolj! Nem, egy pontot rajzolunk, körülbelül hány darab. Hát ott az nehéz persze. Figyelj, és tényleg nem tudtak otthon a feleségeknek mit mondani, hogy elmentek közösen inni? Tényleg kell ez a madárszámolás? Igen, ez az egész alibi duma, mint a madárszámolás, hát ez igen. Ezzel már túl vagyunk, a bukták meg voltak, úgyhogy ez már nem program. És mi volt az utolsó madár, amit felismertél, arra emlékszel? Persze, a dolmányos varjú, azt mindenki felismeri, vagy a sima varjú. Na, mondjad a dolmányos varjú jegyeit, Balázs? Hát fekete. Is. Egyébként tök úgy néz ki, mint a normál varjú, annyi, hogy a mellén látsz egy ilyen szürke foltot, és sokáig azt hittem, hogy vedlenek télen a varjuk, az egy ilyen foltosak. Hát kiderült, hogy az a dolmányos, mert egy mellé van rajta. Ennyi a különbség, hogy nem teljesen fekete. Könnyebb alkalmasítak van. Ezért nem kapsz fizetést, tehát ez egy hobbi jellegű dolog tulajdonképpen. Persze. Hát aztán akivel én megyek, az mit akarsz lepénzt, azt nem akarom tudni, mert akkor lehet, hogy megharagszok rá. Aha. Yeah. Na jó, de legalább akkor valami képünk van erről, hogy ez hogy zajlik. Érdekes, szerintem. Köszönjük szépen, Csoma, hogy elmondtad. Sziasztok! Jó munkát neked, ciao. Madárszámláló. Hát, ez se lehet egyszerű. Megvan az alibit hétvégére, Feri. Bizony. Majd jössz haza kis papíroddal, seregély X. Dökkesejű 10. Fröccs 20. Igen, orszarvú 3. Feri, nagyon be voltálunk. Nagyon megalakultatok. Na jó, 8:30 múlt, pontosan 4 perccel Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a 3-as ugrással a hírek után. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és van, aki azt írja, hogy hazamegy, megszámolja a papagájait otthon. Az is nagyon fontos. Egyébként köszönjük szépen. A védőitalt el ne felejtsd. Így van. Tegnap a NatGeon azt mondták, hogy a hangyák köztömege annyi, mint az emberek köztömege. Ezt honnan tudják, kérdezi egy hallgató. Jó a felvetés, de milyen érdekes, hogy és mi nem is érthessük. Ezért csinálnak ők természeti csatornát, és nem mi. Lehet, hogy ők jobban tudják. Igen. Szélkámán tér rendben, látszólag sincs semmi gond, ezt Jamie küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani valamit. Ugye a BKK kapcsán sokszor szoktunk mindenfélet mondani, de azt, hogy profi, azt viszonylag kevésszer. És ehhez képest felmentem a honlapjukra, és megnéztem ezt a bizonyos Szélkámán tér átalakítással kapcsolatos információ halmazt, és meg kell mondjam nektek, hogy iszonyatosan profi meg van csinálva a dolog. Képzeljétek el, hogy különböző kis piktogramok vannak kirakva, gyalogos, villamos, autóbusz, metró, illetve autó, és alattak dátum. És a dátumoknak, különböző dátumoknak megfelelően ki vannak pipálva azok a piktogramok, akik érintve vannak abban az időszakban. Most azon odaérve, hogy 2015. január 12-től 16-ig, és ki van pipálva, hogy gyalogosok és autósok. Őket fogja érinteni. És a Szélkámán az átalakítása? Hát igen. Tehát, hogy jó a kérdés, köszönjük szépen. Igen. Az ördög ügyvédje voltál ebből a szempontból, Ferenc, de... Nem akartam a BKK-t megtorpedózni, tehát szólnak neked, hogy neked rossz lesz. Így van. De azt nem mondják el, hogy miben. Fejemre esik valami, vagy túrnak valamit, hogy ne menjek arra, vagy... Ne menj arra, vagy kerülő úton tudsz menni. De legalább szólnak. Igen, szólnak. Ez jó. Január 17 és 18 között, meg már mondjuk ki lesznek pipálva a gyalogosok, villamossal közlekedők, illetve az autóbusszal közlekedők. Akkor viszont már az autósokat nem fogja érinteni. Aha. Az az időszak. Jó, hát mindenki nézze meg, aki arra megy, hogy mi van a BKK honlapján, és akkor ott tudtok tájékozódni. M1-es Pest felé a Bicskei lehajtó előtt filmalkatrészek a pályán, robotos bandi küldte nekünk, valamint Kőbányán a Harmat utcában, a Nyitra utca előtt mérik a dombról lejövőket. Köszönjük szépen. Ezt is SMS-ben kaptuk, mi pedig játszunk már is 3-as ugrást valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Erzsébet vagyok, Tátról. Erzsi, hello Erzsi, jó reggelt! Hello. Tátról. Erzsi, mit csinálsz éppen? Dolgozol? Nem, a kisfiammal itthon vagyok. Kisfiadal otthon vagy? Mennyi idős? Hány éves a kisfiad? 2,5 éves. 2,5 éves, hogy hívják? Noel. Nem mondod komolyan, tényleg? Tényleg. De jó. Ez szép, nem olyan ismerős. De jó. Valahonnan olyan ismerős. A nagyobbik pedig Benedikt, nem? Igen, te vagy az, Viki? A 2,5 éves az nem stimmel. Egy gyerek van? Több gyerek van? 4. Atyaisten, már 4 gyerek. Azt a mindenség. De mekkora a legidősebb? 18 éves. Ó, hát ott az igaz az, hogy a legnagyobb segít már a legkisebbnek? Ez működik? Igen. Múltkor olvastam egy cikket, megkérdeztek valami 8 vagy 9 gyerekes anyukát, hogy 8 gyerek. Két bevállalt, hogy 9-et, bocsánat, és mondta, hogy mindig csak egyet több. Ugye? De olyan szép, de annyira tetszett a válasz. Egyébként, hogyha belegondolsz, valójában igen. Közben aztán nyilván nem, de hogy azt mondta, hogy egyébként nem nehéz, mindig csak egyet több. Ugye, hogy ez a pszichológiája. Hát 5. 6. Hát jó, és végül is nincs különbség a 2 meg a 4 között sem, mert az is csak annyi, mint az 1 meg a 2, nem? Hiszen dupla. Igen. Pont kétszer annyi. Igen. És a gyerek már otthon él a legnagyobb, vagy? Igen, itthon még. Otthon vagytok még. És a párod mit csinál? Dolgozik. Mit csinál? Itt vagy? Mit dolgozik? Biztonsági őr. Biztonsági őrként dolgozik a párod. Aha. Igen. És minden rendben van? Olyan fura a hangod egy kicsit, igen. Hát mert sajnos nekünk nem kezdődött jól a 2015-ös év. Na, mesélj kicsit, van egy kis idő, nyugodtan elmondhatod, mi történt? Múlt hét szerdán leégett a házunk. Jézus várja. Most anyukámnál élünk. Milyen finoman fogalmazol, hogy nem kezdődött jól. Hát egészen finoman fogalmaztál. Ez inkább katasztrófa. Leégett a házatok. Tehát van egy párod, van 4 gyerek, és leégett a ház. Igen, de, sajnos. Értem nyilván maga, hogy ez mit jelent. Nem voltatok otthon, vagy otthon voltatok? Rátok gyulladt, hazamentetek, már de nem igen, volt ház? Igen, otthon voltunk. Úgy gyulladt ki a ház, hogy otthon voltunk, de nekünk semmi bajunk nem lett, viszont az egész ház leégett, tehát teljesen. Atya úristen! És hol laktok most? Hát anyukámhoz költöztünk 6-an. Hát a 4 gyerekkel, te, a párod, hát azért ez nem egy egyszerű élethelyzet. Volt ott hely, vagy meg tudtátok oldani, hogy most legyen fedél a fejetek fölött? Hát ez egy ilyen ideglenes. Vagyunk, de most máshova nem tudtunk menni. De akkor gondolom, hogy se ruhátok, se semmi, hát akkor nyilván bent éget minden. Így van, sajnos. Hát nagyon, ha kiüt a tűz, Mária, de mi történt? Vagy mit mondanak a tűzoltók, hogy mi történt? Hát a tetőgerenda gyulladt ki. Na de azt tudjuk, hogy mitől, vagy hogy minek a hatására, hát azért az csak úgy magától nem. Volt valami elektromos tűz, vagy én nem értek hozzá? Nem, a kéménynél valami probléma volt. Aha, tehát a fűtése van, és leégett az egész ház. Igen. Te jó Isten. Hol voltál, amikor ez kiderült? Riasztottak? Vagy otthon voltatok? És otthon voltunk, hívtuk, 3 tűzoltó jött, de már sajnos már nem lehetett semmit se. Atyaisten, tulajdonképpen az ember végignézi, hogy leég a háza. Igen, tulajdonképpen így van. Hány év munkája? Hát rengeteg sok. És akkor most mi a terv ilyenkor? Tudom, hogy ez egy nagyon rossz kérdés, de nem tudom, akkor biztos nem álltok úgy anyagilag, hogy most rögtön bele lehessen fogni valami új keresésébe, vagy építkezésbe? Hát ez így van sajnos, még nem tudjuk, hogy mi lesz. Meddig tudtok az anyósnál maradni? Anyukámnál, de... anyukádnál, bocsánat. Hát elég szűkösen vagyunk, úgyhogy ez csak ilyen átmeneti megoldás, meg anyukám nagyon erős szívbeteg, és hát a gyerekek, azért neki nyugalomra lenne szüksége, meg sok pihenésre. Jézus Mária, hát ez nagyon kemény. Az önkormányzat mit mond? Tudott valamit segíteni? Vagy biztosítottak nektek valamit, próbáltak segíteni, mondtak, ígértek bármit? Hát ígéreteket kaptunk, igen, meg kaptunk 20 000 forint gyorssegélyt, meg hát hogy próbálnak majd a helyi vállalkozókkal beszélni, hogy hát ha... 20 000 forint gyorssegélyt. Igen. Hát ebből a gyors a jó szó. Talán leginkább se 20 000 forint se szegély, ez nem értelmező, nyilván az önkormányzat is, hát igen, nem tud. Nem tudjuk, milyen lehetőségek vannak. Nagyon mit csinálni. Mi az, ami most itt tartja benned a lelket? Vagy mi az, ami egyáltalán erőt ad ahhoz, hogy te ezt itt tud folytatni? Hát a gyerekek. a gyerekek, semmi más. Uh-huh. Ők mit mondanak, vagy mit kérdeznek? Vagy hát mit tudtok nekik mondani? Még a pici is sokat sír, hogy leégett a ház, tehát elmagyarázza, hogy a játékai ott voltak, minden. Mekkora a gyerekek? Van egy 18, van egy 2,5, ugye 4 van, tehát a kettő középsőt nem tudom. Egy 14 éves fiú, uh-huh. meg egy 9 éves lány. Hogy vannak? Hát nehezen viselik nagyon. És mi a kiút? Vagy mit láttok? Mert ez most annyira reménytelennek tűnik így hirtelen, hogy nyilván ott ültök este a pároddal, próbáljátok a dolgot elemezni, megbeszélni, hogy így hogyan tovább. Hát elég kilátástalan, nem tudjuk mi sem, hogy hogyan lesz. Tehát nincs egy út, nincs egy lehetőség most, ami megoldást nyújtana? Nincs. Uh-huh. Sajnos. Se egy ismerő, se egy barát, se egy kiadó ház, se egy kiadó lakás a környéken, semmi? Egyedül anyukám, akire most így számíthatunk, hogy ugye nála tudunk meghúzni magunkat, hogy mégis tető lesz a fejünk fölött. És... rokonok, barátok, ilyenkor nyilván az ember ezt így átgondolja, nem arra gondolok persze, hogy az embernek vesznek egy házat, nyilván nem erről van szó, de hogy nincs senki a környezetetekben, ne adj Isten, aki esetleg tudna valamilyen segítőkezet nyújtani? Hát nem nagyon, az a baj, hogy nem nagyon, tehát nincsen senki. Mi az, amire most nagyon gyorsan lenne szükségetek? Építőanyagra. Építőanyagra. Tátot mondtál? Igen, tátot. Tát. Uh-huh. Nem hiszek a véletlenekben egyébként. Én azt gondolom, hogy talán ez is érdekes, hogy neked van erőd egyáltalán játszani ilyenkor. Tehát, hogy számomra ez teljesen meglepő, hogy az ember ilyenkor erre gondol, hogy betelefonál, de hát ugye szokták... Talán nem is a játék a fontos ebben, hanem egy kicsit, igen. hogy ezt el tud mondani. Igen, van ilyen mondás, azt nagyon szeretem, hogy a véletlen az ugye Isten lehetősége, hogy láthatatlan maradjon, tehát, hogy tulajdonképpen te betelefonáltál velünk, találkoztál, ez egy rádióműsor, hát azért ez talán nem véletlenül történt. Hát sokat szoktunk azon gondolkodni, hogy azért így kinek segítsünk, meg csinálunk ilyet egyébként évben, sokszor arccal rádióműsor mögött, sokszor pedig arctalanul. De hát akkor ezen gondolkozzunk el, hogy tudnánk neked vagy nektek segíteni. Mekkora az a hely, ahol most laktok anyukádnál? Hányan vagytok ott most akkor? Hát most anyukámmal együtt heten vagyunk. Heten. Uh-huh. 65 négyzetméter. 65 négyzetméteren éltek. Heten, 2,5 éves gyerekkel. Te jó Isten. És azt tervezitek, hogyha esetleg lesz építőanyag, akkor a leégett házat renováljátok? Hát azt sajnos el kell dózerolni, tehát újra kell kezdeni. Tehát gyakorlatilag egy házat kell építenetek az alapoktól kezdve. Igen, sajnos. Ó, de kemény. Ott mondjuk egy ilyen kisebb családi ház milyen árban van? Nem ismerem ott az ingatlanokat, hanem csak úgy kíváncsiságban nyilván megnéztétek, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát 4-5 millió körül. Aha. 4-5 millió forint. Hát ez nem is egy akkora összeg. Azt hittem, hogy drágám. Hány kilométer? Ez Pest megye, ha jól tudom, ugye? Komárom-Esztergom megye, bocsánat. Tehát 4-5 millió forint környékén ti már tudnátok venni magatoknak egy olyan házat, ami esélyt adhatna az újrakezdésre? Igen. Mert ugye itt az újrakezdésről van szó, hát az még az embernek nincs hova menni, addig nem is tudja újrakezdeni. Tehát újrakezdeni akkor lehet, ha egyáltalán hol, nem? Tehát ez talán a legfontosabb. És a párod közben próbál dolgozni, vagy próbál visszatérni a normál kerékvágásba? Persze. Hát azért az se akármilyen lelki erő, hogy közben így otthagyni a gyerekeket. Gyerekek tanulnak, iskolába járnak? Igen, hát muszáj. Uh-huh. És megy nekik, vagy rontottak? Hát most még pár nap alatt ugye ők nem tudtak menni csütörtök, péntek múlt héten iskolába, mert nem volt ruhájuk. Ugye, hogy az is bent téged. Nem volt ruhájuk, és nem tudtak iskolába menni. Te jó Isten! Igen, és most hétfőket... voltak eddig iskolába. Kaptatok valahonnan ruhát? Igen, már itt a környékbeliek hoztak ruhákat. Azért ilyenkor összefognak az emberek ott. Rendes dolog. Ez milyen szép, a környékbeliek hoztak nektek ilyen kisebb csomagokban ruhákat, nem tudom. Igen, mert hát a gyerekek osztálytársai, a osztályfőnökük. Uh-huh. Azt a mindenit. Hát ez egy nagyon-nagyon kemény történet. Nagyon... nehéz, és nem is nagyon tud rá az ember mit mondani. Figyelj, Erzsi, gondolkodunk, jó? Jó. Szerintem ez a dolog megoldható. Egyrészt ismerjük a mi saját hallgatóinkat. Kettő, tudjuk, hogy hallgatnak bennünket olyanok is, akik sokszor segítenek, hallgatnak bennünket olyanok is, akiknek lehetősége van segíteni. talán nekünk is van lehetőségünk segíteni, úgyhogy próbálunk is találni valakit. Gondolkozunk, adás után beszélünk itt a srácokkal, és akkor holnap erre visszatérünk. Lehet, hogy visszajövnánk holnap. Jó? Van bármilyen olyan vonalatok, telefonszám, bankszámlaszám, amit megmaradt, meg tudtatok nyitni? Volt esetleg, közé lehet tenni? Most nem kell konkrétan, csak kérdezem, hogy milyen úton tudunk elindulni. Van, persze, van telefonszám is, mert bankszámlánk is volt eddig is, igen. Tehát, hogy ez létezik továbbra is, nyilván azt nem kellett persze megszüntetni. Tehát van egy élő bankszámlátok. Mi lenne a nagyobb segítség, ha építkezni tudnátok, ha esetleg, ne adj Isten, mondjuk megpróbálnánk ezt a pénzt nektek összeszedni, és mondjuk be tudnátok költözni valahova. Nem gondolom, hogy azért kérdezhetem ezt, mert az ember ilyen helyzetben akar válogatni, csak kérdezem, hogy nehogy olyan úton induljunk el, ha mondjuk nektek más van a fejetekben. Nyilván minden segítség jól jön. Így van, bármilyen segítség jól jön. Bármilyen segítség jól jön. Hát. Ha már mondjuk tehát ha pénzről van szó, és itt össze tudunk szedni 4-5 millió forintot, amiből ott lehet venni egy jó házat. 4-5 millió, ugye? Azt mondtad, hogy abból már azért egy élhető házat lehet venni. Igen. Na jó, rágjuk ezt meg. Megrágjuk, akkor, igen. Igen. Ki bírja jobban? Te bírod jobban? A párod bírja jobban? Ki az erősebb? Én. Te vagy az erősebb, igen? Muszáj, itt vannak a gyerekek, muszáj bírni. Mit mondasz a párodnak, amikor egy este lefektetétek őket, ketten maradtok, akkor így mit tudsz neki mondani? Vagy... Hát, hogy muszáj kibírni. Itt vannak a gyerekek, nem lehet. Ő mit mond, vagy hogy van? Hát ő is nagyon nehezen viseli. Persze én is, csak hát ugye a gyerekek véget, muszáj az embernek erősnek maradni, mert hát nekik róluk gondoskodni kell, járniuk kell iskolába. Hát igen, persze, az élet nem áll meg. Igen, egy nagyon szívszorító történet ez. Jó, visszatérünk akkor erre, lehet, hogy holnap felhívunk, gondolkozunk, hogy mit tudunk csinálni. Gyulival is tudsz akkor beszélni, felveszünk egy-két adatot. Megnézzük, hát talán nem véletlen jutottál el hozzánk, vagy nem véletlen érezted, hogy be kell telefonálni, hát nem mehetünk el egy ilyen mellett szó nélkül. Megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Jó, kitaláljuk akkor ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönöm. Jó, aztán meglátjuk. Hát nyilván nem tudunk ígérni semmit, meg hát azért ez nem csak rajtam múlik, jó, sokkal inkább a mi hallgatóinkon, akik egyébként ilyenkor abszolút segítenek. Meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Jó? Még megköszönt, ha majd... Majd, ha valamit tudunk segíteni, de foglalkozunk az üggyel, természetesen. Jó, nyilván nem véletlen telefonáltál, de be oka volt ennek. Nem arra gondolok, hogy mert nem is mondtad, nekünk kellett kiszedni belőled, hanem hogy valahogy talán jó találkozott jóval, erre gondolok. Na, milyen fura játszunk, ugye? Ezek után így van, hogy az ember. Milyenek a kérdések, Jani? Hát... Majd segítünk. Jó. Nem tudhattad előre. Jó, oké, mehetünk? Felkészültél? Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés, nyakba akasztói. Melyik sportág képviselői küzdenek az NHL-ben? Melyik ez a sportág? NHL. NHL, ugye? Hát Amerikában nagyon népszerű. Talán a jégkorong. Így van, hát ez a jégkorong. Azt mondja, hogy sapkasál, menjünk tovább? Igen. Na. Itt szól a második kérdés. Melyik egész estés rajzfilm dalainak magyar változatát készítette és énekelte Ákos? Ákos? A Tarzan. Tarzan, így van, de ügyes vagy, jól vagy, nagyon válasz. Hát ugye Phil Collins készítette az eredetit. Igen, és ő pedig lefordította és fel is énekelte a magyarokat. Igen, lehet, hogy a harmadik előtt megállnék. Hát ott is tudunk egy picit segíteni. Ha tudunk segíteni, akkor viszont menjél. Tudunk segíteni, persze, hogy tudunk. Megpróbálod? Hát, ma valahogy megoldjuk. Jó, itt szól a harmadik kérdés Morning Show soráért. Milyen munkaeszközökt láthatok Ausztria címerében? Számunkra is nagyon sokáig nagyon ismerősek voltak ezek az eszközök, mert hogy egy szép nagy ország, hála Istennek már a múlté. Itt van igen. A munkaeszköz Ausztria címerében, hát a legbanálisabb munkaeszköz. Kicsit gondolkodom. Az volt nagy segítség szerintem, amit a Jani elmondott, hogy ez számunkra is hosszú időn sokszor láttuk. Például a május 1-én ott lobogott az a zászló, amin ez volt. Apám kitüntetése, kiváló dolgozó. Ez a két munkaeszköz, vörös alapon. Jó. Utáltam, megláttam, mindig is utáltam. Mindenki utált a gyerekek. Egy pillanat. Rakodunk itt anyukámmal. Ott van anyukád is? Hát anyukád sokat látta ezt. Csokkoljuk a mamát. Csokkoljuk. Mama sokat látta ezt szerintünk, igen. Talán nem is szerette annyira. Sarló és kalapács. Na, hát. Na, Erzsi. Na. Megvan minden. Megvan az ajándékcsomag. Jó. Itt közben írják nekünk, én ezt nem láttam, de ti vagytok az a család, akikkel foglalkozott az RTL 4 vagy 5 nappal ezelőtt? Én ezt nem láttam, ezt a történetet. Igen. Aha. Foglalkoztak veletek. Jó. Erzsi, figyelj, akkor mi gondolkozunk ezen, beszéljünk adás után. Jó, visszatérünk erre, és akkor valamit megpróbálunk csinálni. Tehát nem hagyjuk, hogy ez ennyiben maradjon. A segítség mértéke nyilván az nem csak tőlünk függ, de rajta leszünk az ügyön, próbálunk segíteni, aztán majd mondjuk, hogy mit sikerült. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát ne köszönöm, nincs mit még egyelőre, nem igazán csináltunk semmit. Kitartás nektek addig is. Köszi. Majd egyszer talán, nem tudom, az élet biztos magyarázattal szolgál, hogy egy ilyen miért történik az ember életében, nyilván erre nehéz most így választ kapni, de hát nem is tudom, hogy ezt az ember mivel tudja magának megmagyarázni. De van kiút, ez biztos, úgyhogy segítünk, jó? Jó. Jó van, Erzsi, kitartás, hívunk. Köszönjük. Vigyázz magadra, ciao. Sziasztok, sok erőt, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát gyerekek, a lecke fel van adva, nem? Fel. A leckét feladták. 8 óra előtt, madártan, röhögés, minden, fél 9-kor meg egy olyan kemény történet, egy szívszorító történet, amit igazából segítenünk kell. Tehát, hogy ezt nem hagyhatjuk annyiban. Valamit csinálnunk kell, meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Jó? Jó. Lehet, hogy a pénz, lehet, hogy az építőanyag, hogy ha építkezni akarnak, és nem házat akarnak vásárolni, akkor lehet, hogy az építőanyag mondjuk egy nagyszerű vállalkozó esetleg bejelentkezne mondjuk annyi téglával. Olyan jót tenne az országnak egy ilyen történet, egyébként azon gondolkozom, hogy annyi minden rossz történik külvilágban, Franciaország, Párizs, tehát tele vagyunk negatív dolgok. Én nem is tudom, hogy történik-e valami igazán pozitív mostanában, nem sok. Ugye? De hogy milyen klassz lenne, hogy ebbe a történetbe így belefutottunk, és egyébként nagyon helyes volt, nagyon szimpatikus volt, hogy nem ő kezdte elmondani, te kérdeztél rá a hangjára. Egyébként lehet, hogy nem is tudtuk volna meg. Erzsi betelefonált, egy kis ajándékcsomag, pici öröm a gyerekeknek, soha ki nem derült. Tehát teszed ki belőle. Még kicsit mérgesek is lettünk volna, hogy játékos, miért nem tud örülni. Hogy miért nem tud örülni, közben úgy beszél, hogy leégett a háza. De hogy azon gondolkozom, hogy milyen jót tenne az országnak egy ilyen történet, nem? Ahol úgy azt érzed, hogy kicsit mindenki hozzátesz, aki tud, és mondjuk 2 hónap múlva egy olyan történettel tudunk előállni, amiben mindenki kicsit hozzátett, innen jött egy vállalkozó, beletette ezt, onnan jött azt, mi adtuk a nyilvánosságot, mi beletettük ezt, jön 3 vállalkozó, jön nem tudom, 2 nyilázáróval foglalkozó cég, és 2-3 hónap, 4 hónapon belül mondjuk fölépül egy ház. Hát ez ilyen egy pozitív történet, nem? Mennyire jót tenne mindenkinek, bizony, leginkább a lelkének. Szerintem főleg azoknak, akik mondjuk segítenek, hát nyilván annál meg nincs jobb. Itt már nagyon sok felajánlás jön, gyerekruha, cipők, fuvarozás, cipők, tehát ezeket mind továbbítjuk természetesen, ezek jók, hogy jönnek, nagyon szépen köszönjük. De hogy ez milyen klassz lenne, ha ez összejönne. Na, visszatérünk erre. Jó, 9 óra múlt pontosan 3 perccel, Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon János. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Class FM-en. 9 óra múlt 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és rengeteg SMS-en beszélünk róla, csak gyorsan előtte egy közlekedés, hogy Méta utcánál mérnek, figyelje mindenki, valamint Trafi Aradvány pusztán egy fehér autóból Debrecen felé, ezt apuka küldte nekünk. És ugye a hírek előtt beszélgettünk Erzsivel, akiből hát úgy kellett kihúzni, hogy milyen dráma érte őket néhány héttel ezelőtt, mi az ő történetüket nem is ismertük, kiderült, hogy ugye leégett a házuk. 4 gyerekkel, ők most ugye az anyukájuknál, vagy az anyukájánál laknak, aki ráadásul szívbeteg, és esélyük nincs arra, hogy újra kezdjék az egészet, és nem is tudják, hogyan tovább. Nagyon szívszorító beszélgetés volt. Bennünket is váratlanul ért, és nyilván itt már kapjuk a javaslatokat, hogy mit csináljunk, körvonalazódik a dolog, természetesen nem hagyjuk ezt a dolgot annyiban. Egyeztetnünk el Erzsivel, mert itt rengetegen írnak nekünk hallgatók, tényleg csak, hogy milyen emberek hallgatnak minket, akik próbálnak segíteni. Csak egy-két SMS. 6 éves kisfiam hallott a szerencsétlenül jár családról, szeretne küldeni neki a játékaiból a kisfiúnak. Aztán, ha lenne bankszámlaszám, akkor nagyon szívesen segítenénk, ruhakönyv, konyhai eszközök, további szükségletek, felajánlások mellett, ez Johnny küldte. Új ruhákat szeretnék küldeni, adjátok ki a címet, ezt Feri üzente. Aztán szeretnék kapcsolatba lépni a Táti családdal, szeretnék nekik ruhákat vinni, akár személyesen vagy postán, nem tudom, hogy van erre lehetőség, ha tudtok, segítsenek. Van, aki tévét ajánl fel, aztán van, aki azt mondja, hogy ha megépül a ház, vagy vesznek, vagy tudnak venni, vel kell újítani, akkor meleg bulkolattal segítenek, laminált padló, PVC padló, szőnyegpadló, rengeteg minden. 50 000 forintos felajánlás, 100 000 forintos felajánlás, ingyen gépészeti felajánlás. Tehát gyerekek, igazából ez most így nem tűnik lehetetlennek, hogy egy ország összefog, és azt mondja, amit egyébként egy hallgatóért nagyon tetszett, amit mondott, hogy ez az ország Jézuskája. És a mi hallgatóink, azok, akik hallgatják, szeretik a műsort, és szeretnének segíteni, mondjuk egy hónapon belül, 2 hónapon belül esélyt adnak egy családnak az újrakezdésre, a totális nullából. Mert ha valakinek leég mindene, hát ezt szerintem nem is tudjuk elképzelni, hogy ez milyen. Azon kívül, hogy a személyes tárgyaid oda lesznek, és mindened, amiért dolgoztál, és gyűjtöttél, és amiben éltél, egyszerűen tényleg hát nincs telenné válsz a szó legszorosabb értelmében. Tehát valahol meghúzod magad, és fogalmad nincs, hogyan tovább. Úgyhogy azért nem mondunk mi most címet, és azért nem mondunk semmit, mert nem egyeztettünk még Erzsivel, hogy mi az, ami kiadható, mi az, amit ne adjunk ki, akarja, hogy a címét kitegyük, vagy csak a címet, telefonszámot nem, vagy a postának a postafiókját ott, és akkor oda ő be tud menni a csomagokért. Mi mindent egyeztetünk, vagy az önkormányzatét, és amiben ő belemegy, azt mi mondjuk holnap ugyanebben az időben, ha most volt 3-as ugrás, akkor 3-9-kor mondjuk, hogy mire jutottunk. Addigra szerintem ki is találjuk. Reméljük, hogy azon emberek segítő kedve, akik hallgatnak minket, holnapra nem apad lejjebb, vagy nem megy lejjebb, nem hinném, és próbálnak segíteni. Itt igazából azt gondoljuk, és arról beszélgetünk, hogy talán a házépítés az baromi hosszú. Ráadásul tél van, mínuszok vannak, tehát itt szerintem a konkrét segítség az lehet, ha összefogunk a hallgatóinkkal, és azt mondjuk, hogy hát akkor hajrá, gyerekek, ezt az összeget kell elérni, tegyen bele mindenki, amit gondol, hogy legyen ez az ország Jézuskája tényleg, és próbáljunk ennek az új családnak egy házat szerezni valahogy. Aztán mindenki nyilván kisebb összeggel, nagyobb összeggel megpróbál segíteni. Ez mindenkinek a saját pénztárcájára, lehetőségeire van bízva. Szerintem ez lehet a jó megoldás, és aztán kitaláljuk majd a többit. Hát ha 10 000 ember 1000 forintot tud nélkülözni fejenként, az már 10 millió. Abból bőven meg vagyunk. Hát itt Jani egyből fölment a ingatlan oldalra, és megnéztük, 6-7 millió forintból gyerekek, 5-6 embernek azonnal tudunk úgy segíteni, hogy lehetőségük legyen újrakezdeni. Szívszorító a történet, ráadásul gyerekek vannak benne, a családos emberek tudják, hogy a gyerek, ha kérdez valamit, és arra válaszolni szinte a legnehezebb, ha olyan dolog történik, ugye ma magyarázd meg egy 2,5 éves, 8 éves gyereknek, hogy mi történt. Hát nem, fel se fogják szegények. Szóval tényleg szívszorító a dolog. Úgyhogy holnap visszatérünk, erre mondunk konkrétumokat, és ha bármi kitehető, szerintünk egyébként kitehető lesz, akkor holnaptól kezdve a Morning Show oldalán, a Facebook oldalunkon mindenhol minden adatot megtaláltok. Jó? És akkor eldurrantjuk majd a startpisztolyt, és megnézzük, hogy mire jutunk. Nem lehetetlen egyébként. Nem lehet csinálni, ez biztos. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Azt gondolkozom, hogy még talán egy SMS szám is jól létrehozzuk, csak annak meg elég szigorú szabályai vannak, hogy ki, hogy milyen körülmények között hozhat létre egy SMS-t, de az lenne egyébként a legeslegegyszerűbb. Aha, mert akkor dobsz egy SMS-t, és meg vagy ennek, majd most utána kérdezek, hogy ez hogy van. Hogy kik azok, akik létrehozhatnak. Ez most már azért korlátozták 1-2 évet, de nem úgy, hogy te létrehozol egy SMS számot, és bárki bármit utal, X-et megkap a szolgáltató, Y-a tiéd, ez most már jóval szigorúbb 1-2 éve. De lehet ez is egy jó megoldás. Nem? Milyen egyszerű lenne? Mert egy picit a számra utalás az egy picit körülményesebb. Az már egy kicsit körülményesebb, igen, viszont egy SMS-sel 3 nap alatt tudnánk, hogy állunk összegileg. A bankszámlával is nyilván bele lehet kérni, csak az egy fokkal körülményesebb. De akkor ezt ma pontosan megkérdezzük, hogy ez hogy van. Na, holnap visszatérünk akkor a témára, de köszönjük szépen mindenkinek az SMS, nagyon drágák vagytok, és nagyon segítőkészek. Egyébként ezt mindig jól látni azért, hogy így működik ez az ország. Lottónyertesekről beszélgettünk mi tegnap, ugye? És ígértük, hogy megpróbálunk szerezni lottónyertest, ami legalább olyan nehéz, mint hogy ha azt kérik, hogy valaki telefonáljon be, akinek van egy mérőműszer a tévéje alatt. Ugye? Tehát azok se telefonálnak soha. Nem is telefonálhatnak, titkos, de az is titkos, igen. Ez is. Hogy mérik a nézettséget, valaki csörögjön be. Tegnap ugye Jani mondta, hogy a 6-os lottón furcsa számok jöttek voltak, ki. Igen. és aztán arról kezdtünk beszélni, hogy miért nem hallott soha, hogy ki nyer, miért nem beszélnek, találkoztunk-e már lottó nyertessel, mit csinálnánk mi a pénzzel, egyáltalán ismerünk-e valakit, aki nyert? Van-e ilyen? És nem, nincs. Igen. Az én környezetemben nincs olyan, aki nyilván hallottám egy csomó emberről, aki megnyerte, ilyen lett az élete, olyan lett az élete, van egy csomó városi legenda, de például én személy szerint se ismerek olyan. Igen, mert akkor valószínűleg az lehet, hogy akkor megszakadnak a kapcsolatok, mert hogyha mondjuk én lottó nyertes lennék, akkor te megszakítanád, tudjuk. Akkor valószínűleg már nem ismerlélek benneteket. Ne haragudj, te ki vagy? Ja, szávasz. Egyébként tegnap utána kutattam a dolgoknak, mert volt egy olyan mondat, ezt még mielőtt, ha nyilván van valaki a tarsolyodban, már érzem a dolgot. Beszélgettünk arról, hogy az 1-től 90-ig tartó számsorával az 5-ös lottót játsszák, mennyi az esélye annak, hogy az 1, 2, 3, 4, 5 jön ki. Beszélgettem két matematikussal, az egyik a nővérem, és elmondták, hogy ugyanannyi. Tényleg? Ugyanannyi annak a matematikai esélye, hogy az 1, 2, 3, 4, 5-öt kihúzzák, mint azt, hogy 29, 73, 15, 68, 49. Ahhoz, hogy biztos ötösöd legyen, 43.949.280 szelvényt kellene kitöltened, de akkor az összes kombináció. És nem tud olyan magas lenni a nyereményösszeg, hogy kijöjjön. Hát ezt most a jelenlegi árral én felszoroztam, ez közel 10 milliárd forint. Aha, ez az tehát egyik... ha 10 milliárdot meghaladja, akkor venni kell. Akkor venni kéne, csak ott jön a következő, hogy ki a franc fog neked 44 millió szelvényt kitölteni. Jó, akkor milyen segíthetek? Lenne egy patyolat, lenne egy 6-os lottó és 44 millió szelvény 5-ös lottó. Már hozom is. Adom a kés. Azért az úgy érdekes, igen. Szóval ugyanannyi az esélye, milyen fura? Képzeld el, ugyanaz. Az 1-2-3-4-5-nek, mint az egész, az összes többi más. Igen. Na, tegnap jöttek SMS-ek, Júli egyébként egy-két SMS-nek utána járt, és hát itt írtak olyanokat a hallgatóink, hogy barát, ismerős, barátnak a barátja, aki egyébként 6-os lottó nyert, 400 milliót, és Júli őket visszahívogatta, csak egy-két történet, hogy mi lett ezekkel a nyertesekkel. Például írta valaki nekünk, hogy 6-os lottó nyert egy ismerőse 400 milliót. És Júli kérdezte, hogy mi lett velem. Azt mondta, hogy Debrecen mellett volt egy telke, elkezdett építkezni, sofőrt fogadott, azzal járt be bulizni, elszórta hülyeségekre, a ház sose készült el, ami meglett, az is lakhatatlan, és eladni se tudja. Ez egy konkrét történet. 400 milliót. 400 milliót nyert. Aztán... valaki írta, hogy a közeli ismerőse nyert a Luxoron 490 milliót, együtt jártak focizni, ma már folyamatosan kölcsönkért, mert nem tudja kifizetni a pályabérlést, ezt egyébként szerintem tegnap be is olvastam ezt az SMS-t, ami 1000 forint. Vett egy Mustangot, 2 hét alatt tönkretették, szerviz, kuka, vett még egyet, majd kaszinózott, Audi RS8, stb. És hogy igazából sokkal kevesebbjük van, mint ami. Na, amit te mondtál, az igazi hülye, bocsánat, igen, hogy így fogalmazok, de hát tényleg. Tehát, hogy van, ott van 400 millió kezedben. Megkaptad a lehetőséget az élettől, hogy minden rendben legyen. Igen. Aztán jelentkezett egy család, akik egy olyan család mellett laktak, akik harasztin nyertek 1,6 milliárd forintot. És állítólag elmesélte a Julinak egy hallgatónk tök komolyan, hogy 40 milliót vitt egy Tesco szatyorba Jaguárt venni. Papucsban, trikóban és rövidgatjában. És ez igaz, ez a történet, majdnem kidobták. Már nincs pénzük. Nincs pénzük. És hogy kevesebbik van, mint amivel elkezdték. Állítólag a pasi a nagybeni piacon dolgozott, ahol az ismerősei 3-400 milliót lehúztak róla. Ezt gondold el. A targoncás fiúknak is adott körülbelül 100-at befektetési céllal, vettek ők is autót, megjelent a rokonság, nagy lett a viszály, és mindenük elúszott. Ugyanabban a házban laknak, mint ahol egyébként laktak, mielőtt nyertek volna. Döbbenetes történetek szerintem. Én ezért mondom, hogy 10-ből 8-szor egyébként sokszor ez a fejlődés története egy ilyen lottó nyertesnek, ha csak nem valaki nagyon racionális alapon működik. És annak is ez az oka, hogy eltűnik a lottó nyertes, hogy elköltözik, hogy nem lehet róla többet hallani, mert valószínűleg fél ezektől a következményektől, az ilyen jellegűektől, hogy elkezdik majd nyomasztani, oda mennek, kölcsönkérnek, majd addig nyomasztják tényleg, amíg odajöjjenek nekik azt az 5-10-100 millió forintot, mint ahogy ebben az esetben is volt, és aztán végig nem marad belőle semmi. Mert hirtelen nagyon sok barát megjelenik. Hát ezért nehéz, ugye? Igen. Na, és jelentkezett egy hallgatónk, aki beszél, képzeljétek el. Ami ritka. Én nem tudom, hogy rádióműsorban volt-e... igen. Nem tudom, hogy rádióműsorban volt-e valaha, vagy tévéműsorban, vagy bárhol olyan ember, aki ekkora pénzt nyert, és kiállt a nyilvánosság elé, nyilván nem az igazi nevét mondja, nyilván nem a valódi helyet, ahol lakik, de tulajdonképpen a történet szempontjából mindegy is. Nem? Hogy most hogy hívják. Mennyit nyert? Majd ő elmondja. Érdekes a történet. Tegnap beszéltem a Júlival hosszan, és nagyon-nagyon szép történet az övék. Itt van velünk Barbara. Haló Barbara, jó reggel! Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Sziasztok! Barbarát egyébként mi hívjuk egy utcai telefonfülkében már. Igen. Barbara, sokat gondolkoztál azon, hogy beszéljél-e, vagy merjél-e beszélni, vagy annyira régen történt, hogy már azért ettől nem kell félnetek? Nem, igazából mindig hallgatlak benneteket, és tudom, hogy többször téma volt, amikor éppen nagyobb nyeremény, vagy nagyobb összeg volt kilátásban a lottón, és ez mindig téma akkor nálatok, és már itt többször megfordult a fejemben, hogy hát, ha tudnék segíteni egy-két kérdésre. Na, hát kezdjük a történetet a legelején. Annyira örülök, hogy beszélsz, ez nagyon jó. Hát igazából majd meglátjuk. Jó, mikor történt? Megközelítőleg 1 éve, 5 éve, nem kell pontosan megmondani. Több éve. Több. Aha. Mindenkit nyilván az érdekli a legjobban, hogy mekkora volt az összeg, amit nyertetek. Engem nem, hogy vagytok? Hazudik, látom a szemén. Hát a történeteket hallottam az előbb, és körülbelül annyit, amennyit az úr nyert, aki a Tesco-s szatyorral ment Jaguárt vásárolni. Tehát mondjuk, hogy durván 1,5 milliárd forint. Plusz-minusz 2-300, hogy ne lehessen beazonosítani. Hogy történt maga az esemény, amikor rájöttetek, hogy nyertetek? Ez egy állandó játékszenvedélynek köszöntetek, vagy egyszer csak valaki kapott egy ihletet, hogy most kell egyet tölteni? Így van. Na, nem szoktunk lottozni egyébként. Akkor egyszer vett a férjem egy nagyobb összegért. Az utolsó fillérjeinken tulajdonképpen én nem is tudtam, hogy ő vett lottót, csak láttam este, hogy ő a konyhába lottószámokat nézeget és ellenőrizget, tehát akkor már kihúzták a nyereményt. Ez egy vasárnapi napra esett. Várjál csak, bocsánat, hogy volt egy fontos ólat, hogy az utolsó pénzéből, tehát volt egy anyagi kiszolgáltatottság, mint egy utolsó lehetőségként bement, és azt mondta, hogy vagy most, vagy soha végünk van. Most vagy soha. Jézus Mária, nagyon hollywoodi. Ez szó szerint így volt, én nem is tudtam róla. Anyagilag nehéz helyzetben voltatok? Vagy kiszolgáltatottatok? Igen, igazából ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon ment ez a körbeszámlázás. Senki nem fizetett senkinek. Építkezés. Így van. És hát mindenki nagyon nagy anyagi nehézségek közepette, nem tudták már az embereket fizetni. Ez egy ilyen helyzet volt, amikor azt mondta, hogy most vagy semmit. Azt az utolsó filléren. És... vasárnapi napra esett a húzás, valamilyen ünnep miatt, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ő a konyhában ellenőrizte, tehát több szelvényről volt szó. Azt is mondhatom, hogy gépilottó, tehát csak gépilottó volt, és hát ő észrevette, ha már az utolsó előtti, nem tudom, már végén járt az ellenőrzésnek, hogy 5 szám ugye stimmel, vonalzó alá, biztos, hogy egy sor, nem nézte se alá, se fölé, kihívott engem, én is láttam, tényleg. Na most az ember ilyenkor ilyen a mámor álom és a valóság között lebeg. Hihetetlen az egész, megnéztük 5-6-szor, tényleg stimmel. Tehát az egyeztetem, nem hiszem el, egyeztetem, nem hiszem el, megint egyeztetem, hát igen, elhiszem, 6-szor egyeztetem. Nézd meg még egyszer, nézd meg előről, hát oké, vonalzó, tényleg stimmel. Na és akkor egész éjjel nem alszik az ember ilyenkor, beszélget, ez tényleg így van-e, tényleg valóság. Szóljunk-e a nyárnak, kinek szóljunk? Nem. És hát innentől elkezdődik igazából, tehát mi akkor nyugodtunk meg, én azt is megmerem mondani őszintén, amikor a számlára került. Mi történik, amikor te bemész és látod az egész összeget leterítve egy abroszra, most nyilván hülyeséget kérdezek, vagy bemész van egy kapcsolattartó és azt mondják, hogy nevezd meg 5 bankszámlát, mi ezt kiutaljuk? Nem, soha nem lát egybe az ember semmilyen pénzt egyébként. Mi hétfői nap, mert szerettük volna tudni, hogy ez valós-e, vagy majd valaki szól, hogy elnézés, de mégsem ez az a szelvény. Megnéztük a teletexten, tényleg volt ötös, és egy darab... Gondolom a lélektana, hogy nem akarod elhinni, és inkább távol tartod magad az eseményektől, mint hogy csalódnod kelljen, nem? Hát a szám stimmelt, teletexten kiírták, hogy igen, van egy darab. Hát akkor nagyon úgy néz ki. Hétfőn telefonáltunk, ugye felhívja az ember a nagy nyereményekhez tartozó telefonszámot, ott igazából beazonosítják a szelvényt, már telefonon keresztül. És ők megerősítettek, hogy igaz. Így van, van minden lottószervén alján egy kód, a fölött egy hosszú sorszám, és... Jó, hát az már egy technikai rész. Mi történik ilyenkor? Az ember elkezd fejben költekezni azonnal? Nem kezd el, vagy elkölt egy kicsit, visszaveszi, vesz fejben egy házat, nem vesz, el is adja gyorsan, látja a gyerekeket már magániskolában, és az anyósát nem tudom, egy világkörüli úton, aztán hirtelen nem lát semmit, és azt mondja, hogy jaj, évekig ne nyúljunk hozzá. Hát ez egy óriási teher ugyanakkor, azt gondolom. Így van, teher is. Így van, ez szó szerint teher is. Mit csináltatok, amikor megérkezett a 1,5 milliárd a bankszámlátokra? Volt egy kocintás, hátradöltetek? Elszívott a férjed egy szivart? Hát igen, nyilván ilyenkor az ember ház, új ház, nagyobb ház, jobb autó, de igazából a mai napig szerényen élünk, tehát azért mondhatom, és azért is szólt, vagy hát próbáltam veletek beszélni, hogy azért másik oldal is van, aki racionálisan gondolkodik, és nem hülyeségekre költi, és szépen meg lehet ebből éldegélni. Na de várjál, nem volt soha, nincs soha egy kósza gondolat, hogy vegyünk egy hajót. Nincs egy kósza gondolat, hogy vegyünk neked egy gyűrűt, hogy nincs egy gondolat, hogy tetszik ez a ház, ne törődj vele, menj, vegyük meg. Tehát, és akkor utána mindig lebeszéli az egyik fél a másikat? Igazából otthon is kompromisszumot kell kötni nagyon sok mindenben. A férjem is imádja az angol autókat. Vett magának egyet? Hát volt több is. Jól van, szóval azért használjátok. Aha. Hát már, tehát lecseng. Igaz ez, hogy minden csoda 3 napig tart, és utána az ember megpróbál lehiggadni, és épp ésszel végig gondolni, és hogy mit szeretne, mire is kell még ez az összeg. Gyerekek vannak, jövő van, tervek vannak, tehát nem budai villába mentünk lakni, ami 500 millió, nem vettünk hajót, mert felesleges. Tehát tényleg nagyon hamar el lehet szórni, ez tény és való, könnyen jön, könnyen megy. Mekkorák a gyerekek? Van egy tinédzser korú, 17. Ő tudja, hogy ti milliárdosak vagytok? Tudják, de nem foglalkoznak vele, nem úgy élnek. Tehát azt az értékrendet megpróbáltatok megtartani. Így van, szerények, nem kapnak meg mindent, meg kell érte dolgozni háztartásban. Tehát abszolút hétköznapi életet élünk, úgy, mint más, csak mondjuk én megkaphattam azt, hogy itthon lehetek, mint anya, és 100%-ban a családommal lehetek, és van idő mindenre, és nem kell rohanni, és nyugalom van, és az ember tud magának egy állandó, de jó kis életszínvonalat. Rokonok, tartani. Barátok, felbukkanó ismerősök, akik meghallották, hogy ezeket hogy kezeli? Volt ilyen? Hogy kezeltétek? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ez nem csak a barátokra, ismerősökre, ez a bankokra ugyanúgy vonatkozik. Tehát mindenki, onnantól, hogy a számlára kerül a pénz, mindenki, hogyne. Vegyél ezt, ilyen portfólió, olyan alap, ilyen üzlet, olyan üzlet. Volt olyan, akinek azt mondtátok, hogy nem, most nem bankra gondolok, mert ez nem egy személyes dolog, rokon, család, akinek azt mondtátok, hogy figyelj, nem adunk. Hogyne. Hát családban nem. Természetesen nem. Családban így van. A mai napig, ahol tudunk, természetesen segítünk. Családban természetesen. De barátoknak, ismerősöknek nem. Soha. Egyetlen egyszer adtunk kölcsön. Nagyon nehezen kaptuk vissza, és akkor mondtuk, hogy soha többet. Tudni kell nemet mondani, ez az igazság. Legyen belőle harag, bármi, de nem... Figyelj, és a kertész, a sofőr és a szakács tudják, hogy milliómosok vagytok? Nincsenek ilyen, nincs. Tehát teljesen hétköznapi az élet, hétköznapi az életszínvonal, hétköznapi a ház mérete, hétköznapi az autó, tehát semmi olyan dolog nincs, ami kicsit azt mutatná, hogy fényűzőben éltek? Hát szerintem nincs, tehát a házunk nagy. Mondhatom azt, hogy van konditerem és van medence. De nem szórjuk úgy a pénzt, tehát ősztől tavaszig üres a medencénk. Tehát például nem fizetünk ki 300 000 forintot azért, hogy télen majd egy hónapban egyszer valaki belemenjen a medencébe. Tehát akkor szolárendben. Tehát az észszerűség az mindig inkább fontosabb, mint maga a pénzköltés. Így van, viszont megtehetem azt, hogy minőségi ételeket tegyek az asztalra. Tehát, hogy észszerűen használják. Én sütöm a kenyeret, és mondjuk megtehetem azt, hogy nem 100 forintos lisztből sütöm, hanem mondjuk... Ja, mit ad maga a pénz? Azt meg lehet fogalmazni, hogy akinek nincs, az azt gondolja, boldogságot. Akinek van, azt mondja, nem elég, és még boldogtalanabb lesz. Tehát te, akinek nem volt, és aztán lett, és a tönkszéléről megmenekülve lettetek milliárdosok. Azon kívül, hogy van egy biztonságérzet, valódi boldogságérzetet ad, vagy lehet rajta boldogságot venni? Nem tudom, hogy érted-e, hogy mit kérdezek. Hát hogy nagyon sokan ezt soha nem fogják megtapasztalni, viszont akinek van, azt mondja, a gyerekek sose elég semmi. Boldogabb vagy te, hogy több pénzed van? Hogyne. Tehát nem engem azt tesz boldoggá, hogy tudom azt, hogy a gyerekeimnek esetleg megtehetem, hogy majd, ha odaér, akkor egy jó egyetem, egy lakás, egy bár akármi. Tudok neki segíteni. Nyilván neki is le kell tenni majd az asztalra sok mindent. Buta kamasz nem szeretnék, buta gazdag kamasz nem szeretnék, aki 50 milliós autóval rohangál az utcákon, tehát nem. Ez boldoggá tesz, és inkább nyugalom van. Tehát nyugodtság van. Segíteni ebből a pénzből, adakozni ebből a pénzből, akkor megindul egy ilyen körforgás, hogy az ember kapja, és az elindul a visszaadás? Így van. Mi kell is, mi is szoktunk, tehát persze. Csak kicsi kötözködés ezzel a kell-lel, ez egy érdekes dolog, hogy miért kell? Azért, mert te nyertél? Nem, de olyanok is vagyunk, tehát vannak családok, akiket évek óta segítünk, Mikulás csomagok, karácsonykor, Máltai Szeretetszolgálat, tehát szoktunk. Én úgy érzem, hogy ezért... És a párod ugyanúgy dolgozik, tehát ő is megmaradt a munkájánál, ugyanazt csinálja? Itthon vagyunk. Otthon Igazából van a ház körül munka, van nem kell bemenni dolgozni, nem mentek dolgozni. Hát nem a boldogságot veszed meg, hanem a boldogsághoz vezető utat, ha okosan használsz. Egy nyugalmat, amit mondtam, hogy igazából aki ezt okosan kezeli, és felnő esetleg ehhez az összeghez, vagy ehhez a helyzethez, lehiggadt, persze egy kicsit van tombolás, meg voltak viták, ugye, mert azért nehéz, hogy elköltözöl, hova költözöl, én ilyen házat szeretnék, te olyat, én ilyen autót szeretnék, te olyat, én szeretnék venni egy... Tehát ilyen aprós, ilyenek voltak, de minden csoda 3 napig tart, tehát nem kell 600 darab 900 000 forintos táska, nincs 2 millió forintos tévénk, hát semmi az égvilágon olyan. És bent van a bankban, és a kamatokból éltek, vagy befektettétek, vállalkoztok, és 600 dologban. Egyszerre halva ezt egyébként nyilván inkább az előző. Igen. Nem vállalkoztunk, megmondom őszintén, mert felesleges. Tehát a nyakunkba venni egy plusz idegességet, tehát felesleges, mert tényleg, hogyha az ember úgy osztja be, úgy él, akkor simán, tényleg olyan szépen lehet. Tehát nyugodtan a csekkek ki vannak fizetve, meleg van, étel van, nyugalom van. Tehát ugyanúgy, mint egy más átlagos család, csak mi nem rohangálunk. Hát nyilván egyfajta biztonságérzettel, ami másnak azért nem adatik meg, mert nyilván nem ennyi pénz van a bankszámláján. Így van. Na most ami luxus, hogy a gyerekek jó iskolába járnak, nyilván az nem 2 forint, de most mire költjön? Kérdés, hogy luxus vagy befektetés, ez megítélés kérdése. Így van, befektetés igazából. Persze. Meg arra nem is szabad sajnálni, tehát azért az egy jó dolog, az ember megteheti. Tehát ha nekem azt mondja majd a gyerekem 10 év múlva, hogy teszem azt, Londonba szeretne iskolába járni, akkor én tudom támogatni, és szeretném is támogatni, és ez nekem egy megnyugvás. Érdekes történet, nagyon örülök, hogy beszéltünk. Jó ezt hallani, az ember leginkább negatív dolgokat hall, de hát ti vagytok azon. Így van, biztos, hogy abból van a több. Kevés. Én ezt tudom, és aláírom. Minden jövő pénz könnyen megy, könnyen mondja az ember, hogy sőt, hát 400 milliót, 300 simán el lehet egy nap alatt. Tikpak. Úgyhogy én így vagyok. Köszönjük, hogy elmondtad be, nagyon érdekes történet volt. Jó volt egy ilyet hallani egyszer, tényleg végre egy kicsit ez itt test közelbe került, nem hallunk ilyet azért sűrűn, hogy valaki egyszer csak így nagyon szívesen milliárdos lesz a semmiből. Köszönjük szépen, Bea! Nagyon szívesen. Ciao. Hello. Köszönjük. Érdekes volt, köszi, hello. Na, gyerekek, hát ezt is megéltük. Nem? Igen, ja, végre beszéltünk egy ilyen emberrel, aki 1,5 milliárd. Valahol nyert. Érdekes. Milyen véglet ez a mai műsor, nem? Ja, nagy bajból a nagy jóba. Hát nagy bajból a nagy jóba 1,5 milliárd. Előtte érkezik ugye Erzsi, akinek a semmiből csak ugye leég a háza, ott vannak, most is kellene nekik 5 millió forint, valaki nyer 1,5 milliárdot. Tehát, hogy milyen érdekes az élet, mekkora hullámvasút, nem? Te ezt kapod? Te ezt kapod? Hogy miért? Azt mindenki... A sorbaállásnál lehet választani. Na, ez a kérdés. Hogy miért kapja Erzsi, hogy 4 gyerekkel egyébként leég a háza, pont 1 órája beszéltünk vele. És miért kapja be egyébként, hogy az utolsó utáni lehetőségként nyer egyébként 1,5 milliárdot, okosan költi, jól költi, nem nyúl hozzá, éldegél, de azt mondja, hogy nem a pénz a mozgatórugója az életének, mekkora két véglet? És miért? Ki találta ezt ki? Ki dönt erről? Dönt-e egyáltalán valaki, hogy ki mit kap? Vagy csak úgy véletlen leég a házat, és véletlen nyersz 1,5 milliárdot? Ennyi kérdés, nem? Bizony. És reméljük, hogy behallotta azt a riportot is, amit Erzsivel folytattunk. Igen, én direkt nem akartam rákérdezni. Igen. Hát figyelj, hát, hogy én azt mondom, egyébként ezt például te szoktad mondani, és maximálisan egyet tudok ezzel érteni, hogy az embernek vissza is kell adnia. De hát hallod, hogy adnak, persze. Nem biztosan konkrétan. Én is abban hiszek, a körforgás. Igen, tehát persze nem. Gondolkoztam, hogy rákérdezzek, hogy volt egy beszélgetésünk, és mit gondolsz erről, de én szeretem, ha valaki ezt úgy ajánlja föl. Egyrészt nem biztos, hogy hallott, 2 lehet, hogy felajánlja. Nem akartam. Tehát az nekem már inkább egy ilyen, tudod, amikor már segítsél, az már ilyen kérés lett volna, vagy tarhálás, azt nem akartam. De igen, a két véglet az érdekes, hogy egyrésztről itt van egy ember, másrészt egy másik ember, nem? És micsoda végleteket élnek meg. És milyen szépen tereltél a nevével kapcsolatos. Micsoda? Ja, Barbara, Bea, már mindent mondtam, egyik se az igazi egyébként. Egyik se az igazi. 4 nevet írt nekem ide a Júli egyébként. Na jó, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt ez szó. Majd a reklám után. Mert hogy van egy kis reklám. Köszi Zsül, 3:10 van, jövünk 1 perc múlva vissza. Reklámot hallottak. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:10 múlt pontosan 1 perccel, gyerekek, az egyik, hát most nem, semmi öntöménezés, de az egyik legjobb műsor, én legalábbis nagyon kedvelem. Hát, ilyen véglet egy adáson belül, ez valami olyan véletlenszerűség. Tegnap felvetjük az egyik témát, ma találunk egy lottómilliárdos, közben beérkezik Erzsi, aki nem akar az egészről beszélni, te meghallod, hogy nem olyan a hangja, rákérdezelő, elmondja a két véglet. Micsoda hullámvasút, nem? És mennyire örülünk, hogy mi két tudatlan állat itt lehetünk vele, ugye? János, most nem erre mondom, nem erre mondom, hát is ugyanannyit hozzátettetek ehhez majdnem, mint én, úgyhogy abszolút nem beszél, semmilyen nincsen benne. Tényleg nem erre mondtam, nem. Önmagában, hogy ez az elmúlt 2 óra, hát ezért érdemes ezt a szakmát csinálni, nem? Vagy ezért érdemes rádiózni, legalábbis ezért szeretek rádiózni, hogy beülsz, meglátod a piros lámpát a mikrofonon, valakit adásba teszel, és egy komplett élettörténet, ez csak megjelenik a másik oldalon, nem? És aztán jön még 1000 ember, aki segít, onnan eljutsz valahova, értelme van, szól valamiről, célja van. Nyilván a legfontosabb célunk, hogy ökörködünk, de néha egy-egy ilyen gyöngyszem, hát az valami elképesztő, mint például ugye Bea Barbara Kata története, ez az igazi nevem. Vagy ugye egy szomorú apropója, ami Erzsi, hát ez szörnyű. Igen, és a két véglet ráadásul egy műsoron belül, igen. Ez az egyik legjobb morning show adás, amióta titeket hallgatlak, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Holnap Erzsi történetére egyébként visszatérünk. De nem ezért érdemes csinálni? De, nem? Abszolút, ugye? Én egyetértek. Én is. Te mit szeretsz benne? Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Azt mondja, hogy svéd animációs kisfilmet elemeztünk, kukik, puncik táncolnak benne, megbeszéltük, jó-e az a gyereknek, vagy nem. Igazából nem volt egy nagy horderejű dolog. Nem is tudom, miért foglalkoztunk vele. És madárszámlálás, felvetettem egy költői kérdést, hogy hogy a fenébe számolják a madarakat. Kiderült, hogy nem tudjuk a madárszámlálás lehetőségeit. Mert de tippjeink hát voltak. Igen, voltak, megpróbáltuk kitalálni. Hogy te nem tudtad, és utána pedig ebből gyakorlatilag levezetted azt, hogy mi sem tudjuk. Tehát, hogy igazából egy lehetőséget találtál arra, hogy bebizonyítsd, hogy mi sem tudunk semmit. Igazából az volt, hogy ott lógtam a szakadék szélén, rohadtul ideges lett, hogy egyedül vagyok, és lerántottalak benneteket is. Ti előbb lezuhantatok, én rátok estem. Ez történt. Megpróbáltuk megfejteni, hogy a fenébe számolják a madarakat Magyarországon. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Én nagyon örülök, hogy tisztába tettétek ezt a kérdést, mert ez engem is foglalkoztatott. Melyiket? A madárszámolás? Mert most sokat tisztába, ja, madarak. Hát a madarakat is, meg a lottó 5-öst, hogy érdekes, hogy kell okosan csinálni, igen. Ugye? Klassz volt erről, azért ritkán beszélnek. Sokat gépít. Ennyi, és meg vagyunk meg tulajdonképpen, igen. Igen, úgy kezdődik, hogy kéne venni szelvényt. Az fontos. Igen. De nagyon jól, tök jól beszélt. Jól, értelmes volt. Ritkán hall az ember ilyet, vagy ritkábban hallott, hogy ez egy történet vége. És talán nem is véletlen, hogy ő vállalta a nyilvánosságot. Igen. Erzsi történetét is hallottad? Vagy akkor lehet, hogy pont úton voltál? Hallottam, nem hallottam. Igen, ez ma kemény volt. Vedd föl. Nézd meg, a Csabinak is megy a feje alá. Ugye, hogy kicsit jár a feje? Ez alap, ez jó a zene. Kicsit tolhatnál még rá. Ennyi. Csabi, az Parkinson. Igen. Na jó van. Jó van, gyerekek. Oké, Csabikám, remek zenék? Annyit szívjátok a vérem, vagy én a tieteket nem tudom azzal, hogy hozok új előadókat, akiket sajnos ti még nem ismertek. De hát ezért ajánlom nektek, hogy úgy döntöttem, hogy ezen a szép szerdai napon hozok valakit, akit szerettek, akit ismertek, akit már nem kell bemutatni nektek. Na. Mert ha azt mondom, hogy Henry Olusegun Adeola Samuel, akkor mindannyian rávágjátok, hogy ő a Seal. Akit mindannyian bizonyára nagyon szeretek, és már nem kell róla beszélni hosszan, hogy mik az érdemei. Én tényleg kedvelem. Végre. Ennyi. Végre egy dal. És annak idején, amikor az Adamski-ből ő kiszállt, és elkezdte a szóló karrierjét, akkor az első sikere a Crazy volt. Úgyhogy ezt a klasszikust ajánlom most nektek. Jó? De mindezek mellett természetesen azért meg lesznek azok a friss dolgok is, amiket megszokhattak a hallgatók, de nektek azért ezt a régit. Jó? Ami már csak ilyen analóg srácok vagyunk. Egy jó szíllel minket boldogra lehet tenni. Kedvemért még nyommál le valamikor majd a T-Rex Express a kakidalt. Már lenyomtam. Már volt? Reggel mindig lenyom. Létsz. Na, jövünk holnap a részletekkel, jó? Itt nagyon sokan kérdezitek, még mindig látom az SMS alatt, hogy hány évesek a gyerekek, játékruha miatt, mondjunk méreteket, holnap mondunk pontos címet szerintem, és utána tudtok mindent küldeni, vagy egy SMS szám lesz, vagy egy bankszámlaszám lesz, és akkor elindul a nagy országos segítség. Jó, úgyhogy holnap visszatérünk a részletekkel erre az ügyre. Szerintem a 349-ről volt erről szó, akkor 349-kor fogunk majd erről beszélni. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.